Amikor az Erdős Tamás fölkért engem erre az ambasszadori szerepre, ez mindig olyan fura az én esetemben ezt a szót használni, hogy márka nagykövet, tehát hogy egy rockzenésztől a nagykövet szó, az kicsit olyan, nem tudom, olyan oldalhelyes, de lényeg, hogy felkért engem, és mondtam, hogy nagyon megtisztelő, és nagyon jó leső érzés, és nagyon tetszik, de hogy lehet-e azt, hogy esetleg én ehhez egy kicsikét hozzányúlok. És mondta, hogy oké, csak ne kerüljön elő a flex, meg a hegesztő, meg a lángvágó, meg nem tudom, és mondtam, hogy értem, nyilván. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a motor ebben az állapotában három embernek mondjuk egy napi munka visszaállítani az eredeti. Tehát ahogy úgy nézzen ki, mint a gyári állapot. Mutattam érdeklődést az épített motorok iránt, ő meg feldobta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha építene nekem egy motort. És akkor ő elkezdett KTM-ben gondolkozni, és mondtam, hogy várj, az nekem úgy oké, és majd eljön az idő. És aztán szerintem rá egy másfél évre jött a lehetőség, és akkor megkérdeztem a Pufit, hogy figyelj, van egy ilyen motor, átküldtem neki fotón, mit szólsz hozzá, egy kafé részer tudunk ebből csinálni, tehát hogy nem egy cruiser vagy egy chopper. És akkor mondta, hogy nagyon szereti az ötletet, mert ő egyébként az a motorépítő, aki egyszer megcsinál valamit, és azt ő már megcsinálta. Tudjátok, hogy hol voltunk ez a Makoton, a Makot 8-on, ott voltatok? Már nem még. Nem. Egy érdekes kis közösség, a Magyar Kaland túramotorosok találkozója. Uh-huh. Országos találkozó. Országos találkozó, igen. És rengeteg jó figura, mindenki ezekkel a nagy túraendúrókkal. Kim volt egyébként a Fullgas is, hozott Royalt, uh-huh. Ducatit lehetett próbálgatni, és kim volt az Attila is a fiával, aki ott, hát nem azt mondom, hogy vigéckedett, tök zsigeri dolgokat csinált. Egy helybe állt, egy kerekezett, fölment egy raklapra, lejött egy raklapra. Tehát, hogy ilyen, és nézted, és ez tök könnyű. És az Attila, aha, próbált ki. És elvittem egy körre, és akkor világosodtam meg, hogy basszus, itt vannak az alapok. Ha most újra 14 lennék, akkor a Jáva Babetta után mondanám apámnak, hogy léci, vegyünk egy triál motort. És mondta a Pufi, hogy milyen színt szeretnél? Hát mondom, az az eredeti piros, ami volt, azt én szerettem. Tehát maradjunk annál. Azt mondja, figyelj, itt van nálam az MAN gyári kamionjának a jövő évi színe, ami még nincs kint a polcokon. Miskolc. Tehát, hogy ez, van nálam egy doboz ebből a bordó metál festékből, egy kicsit kraftosabb, mint a Simpson piros, de elegánsabb, és az a jövő évi MAN kamionoknak lesz majd a festése, de most még nincsen beral színezve, tehát ez egy új festék. És mondom, ez hogy van nálad? Úgy, hogy Miskolcon vagyunk, ez van nekem egy ilyen dobozom. Most kaptam, szeretném kipróbálni a színt, hogy nem lenne kedved, hogy lefessük ilyenre? Nem tudom, hogy ez egy jó szakkifejezés. Minden esetre én most megteremtem, mert a háromszoros ismétlés kifejezés jutott az eszembe. Azért ismétlünk háromszorosan ebbe a műsorba, ugyanis Máté már volt a stúdióban, előadó művész már volt a stúdióban, és Royal Enfield Rider per Ambassador szintén volt a műsorban, ráadásul egy szemében. De a sors fintora és a műsorszerkesztésünk sajátossága, hogy ismét egy Máté van a stúdióban. Szia Máté! Sziasztok! Isten hozott. Hello, Máté. Ciao. A sziasztok. Műsorban, a stúdióban, a House of Bondiában, ha már itt tartunk, szokás és köszi szerint a hoztolást, Peti. Viszont most Molnár Máté van itt a stúdióban velünk, a Rode zenekarnak a basszusgitárosa és egyben énekese. Igen. Sikeresen konferáltalak fel? Igen. Frontember az egy gyűjtő, de egyszerűbb, de tök jó. Frontemberként? Igen. Hívjuk azt a pozíciót? Igen. Én elő-középen. Akkor elő-középen. Ígérem, hogyha még szó lesz a zenekarról, akkor frontemberként fogok hivatkozni mostantól rá. Ahogy jól esik. De egyébként, ha már a zenekaratokról van szó, amit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni senkinek sem, olyannyira, hogy nyilvánvalóan mióta először találkoztunk, azóta, és ezt most itt bevallom neked, elkezdtem hallgatni is a zenéteket, na, és tetszik is, amit hallok. Láttam is, hogy a Spotify megugrott, lehettél az? Nagyon sokszor egymás után beraktam lúpolva. De hogy szembe jöttek óriás plakátok, nagy billboardokon,
láttalak vissza benneteket, és persze ott is vagy a fejemben, mert akkor volt egy pici beszélgetésünk, de hát a motoros közösségi érzés ez valahogy így néha így visszakavar a gondolataim közé, meg hát akkor már azért azt tervezgettük, hogy valamikor fogunk közösen egy műsort szerkesztem, ami sokkal gyorsabban eljött, igen, mint ahogy arra számítottunk, ezért külön köszi, hogy az időt tett ránk áldozod. Peti, neked meg, hogy közreműködtél, és a kapcsolati tőkédet megmozgatva ide tudtad csalni a Mátét. Csalni a Mátét. De egyébként akkor ide hadd vágjon be gyorsan, hogy ennek az apropója nagyon jól alakult, tehát ugye nem véletlenülünk már itt ilyen gyorsan, mert tényleg a listben volt ugye a Máté elsőt között egyébként, de hagytuk, hogy majd kiforog. Erre múlt héten, ugye Máté, múlt héten csörög a telefon, Ród Máté, nekem ugye úgy van elmentve a Máté, és akkor mondja, Petikén, figyelj már ide, hát tudod, közösen csináljuk, ugyebár ez a Team Enfield csapat tagja, Máté is, én is, a Hauman Máté is, és még vagyunk egy páran, de a lényeg az, hogy a fullgáz jó voltával, ugye, és mondja nekem a Máté, hogy te figyelj már, hát én már lassan leraknám ugye a motort a téli időszakra, de azt gondolom, hogy nem kellene hátul a, nem is a fészerben, műhelyben, azért fészer, a műhelyben állnia, meg ott porosodnia, ha lehet így fogalmazni. És mit szólnánk, hogyha behoznánk ide a House of Bondiába, a többi ugye Royal Enfield közé. És akkor ugye kaptunk az alkalmon, hogy megmondtam is a Gergő neked is, hogy akkor figyeljetek már, mi lenne, ha oké, hogy a Máté behozza a motor, de akkor csipjük már jön le. Jöjjön, ültessük már le ide az asztalhoz. Na, úgyhogy így alakult kellemes ez. A hasznossal. Igen, annyiban egészíteném ki, hogy tulajdonképpen a tárolás megoldott, mint olyan nálam. Csak arra gondoltam, hogy... Bocsánat, akkor rosszul fogalmaztam. Igen, nem is az, csak hogy nem is a tárolás volt az elsődleges cél, hanem hogy én szerintem olyan jól néz ki ez a motor, ami nálam van, amit én használhatok, hogy ez kár lenne otthon a műhelyben, ahogyan tavalyi évben is volt egy... Ponyva alatt, ugye? Ponyva, vagy... takaró fólia, nem tudom, letakarva, hogy kivészelje ezt a hideg időt, hanem azt gondoltam, mivel az Instagramon követlek ugye téged meg a kis House of Bondiát is, hogy láttam, hogy itt tele van a kávézó motorokkal, és hát arra gondoltam, hogy ha van egy ilyen körablakos, körpanorámás, gyönyörű kilátás itt a külvárosban tele motorokkal, hogy ha van hely, sokkal jobban jön neki, hogyha ez a motor mondjuk itt tud áttelelni, és akár akinek van kedve az megnézni, vagy nem, ne adj Isten ráülni, vagy nem tudom, de hogy én szerintem van olyan jó kinéző dekorelem ez, hogy ezt a téli szezont ezt átvészelje itt. Szerintem abszolút. Tehát ugye emelte. Ugye teljes mértékben vonza a tekintetet. Én ugye az Instagramodon láttam az adásra való felkészülés során számtalan fotót erről, de az nem adja vissza azt, ahogy élőben néz ki, és ez kifejezetten alkalmas arra, és csak megerősíteni tudom a koncepciótokat, hogy közszemlére tegyük, úgyhogy tök jó fej vagy, hogy ide hoztad, én már mint szemlélője vagyok. És olyan szerencsés voltam, hogy amikor éppen küzdöttétek le a teherautóról, akkor én állhattam ide bele, úgyhogy még egy picit így elkaptam ezt a filmet. Talán motoron is ültél, igaz? Ma már. De el is hoztam a Petének a forgalmit is a kulcs mellé, hogy én azt szeretném, és ezt most tök komolyan mondtam, hogy nagyjából, nem tudom, március-áprilisig tarthat ez a off-season, amíg nem viszem ki a közútra ezt a járgányt. Azt viszont nem szeretném, hogy 5-6 hónapig letakarva álljon, vagy akár csak kiállítva. Tehát, hogyha olyan idő van, vagy olyan kedve van a Petinek, vagy akár neked is, akkor légy szív, vigyétek már egy-két körre itt, tehát, hogy járassuk meg a nagy dozogon. Igen, ugye? Milyen felkérés kaptunk. Hogy azt mondjuk szépen. Tök komolyan. Vigyétek el, mert én nem szeretném, köszönjük, hogyha fél évig állna egy helyben. Nem azért van. Jogos. Na, hát akkor örömmel teszünk róla, igen, eleget a felkérésnek. A motorról fogunk még külön beszélni, majd terveztem az adás során, mert azért ez nem a gyári állapota ennek a Continental GT650-nek. Egyébként kontrasztos, mert a sorokban áll egy Continental GT650, ott akár aki majd ide a Bondiába ellátogat, az akkor kifejezetten meg is tudja nézni a különbségetek kettő között. Igen. Ez az a helyzet, hogy ez alapesetben is egy nagyon szexi motor, és már az is egy ilyen eye-catcher. Mi próbáltuk a fullgásznál, az Erdős Tamáséknál, szerintem egy ilyen másfél-két hónappal ezelőtt, ott motorozgattunk többek között ezzel ennek a testvérével egy pirossal ott is, és hát figyeltem a reakciókat, hogy hogyan reagál a nézőközönség rá. Na de ahhoz képest, amit te vagy ti még ebből varázsoltatok, az önmagáért beszél. Irgalmatlan jól néz ki ez a motor. Igen, én is nagyon szeretem. Olyan, amilyennek elképzeltem egyébként. Azt kell mondjam, ritka az ilyen együtteles az életemben, de hogy vannak így terveim, meg ötleteim, és aztán mikor úgy
vége lesz, akkor hát ilyesmire gondoltam. De ennél meg az van, hogy hát én ezt ilyenre akartam, ezt így álmodtam meg, így képzeltem el a gumik, a hátsó púp, az ülés, a kormánymagasság, a kipufogó, a hang, azt nem is akarok róla beszélni, mert azt meg esett. Nem is hittem, hogy ennyire jól sikerült. Abban egyszerűen szerelmes vagyok a hangjába. Meg is értem, engem is nagy meglepetésként ért. Már-már sokként, ahogy beindítottam, nem voltam rá felkészítve, csak hát akkor kiadig, amíg átálltuk a kocsival, akkor én álljak át a motorra. Kicsit így túráztam, hát megmondom őszintén, hogy azért húztam egy kicsit. Igen, egyébként az Enfield nem is titkolja a szándékát, hogy a motorjainak egy részét, vagy lehet, hogy az egész kínálatot úgy hozza ki, hogy az már ilyen custom build ready legyen. Úgyhogy a Royal Enfieldben, mint márkában simán benne van az, hogy utána majd personalizálod és a saját ízlésedre szabod. Nem néztem még utána, nem kutattam meg ennyire, bár ugye tervben van, ezt a hallgatóink tudják már egy Enfield beszerzése, mert itt a nem is olyan régóta tartó közös együttműködés az Enfield családdal ilyen-olyan módon az így belesodort ebbe az egészbe, és teljesen beleszerelmesedtem ebbe a márkában, meg mindenbe, amit képvisel. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan már erre lőnek, és olyan cégek vannak, akik kifejezetten ide gyártanak custom kiegészítőket. Bizony, bizony. De egyébként meg irgalmatlan eladásaik vannak világszerte. Igen. Hát jó az alap, jó kiindulási alap, és hogyha önmagában is megnézed bármelyik modellt, akkor ha nem akarsz hozzányúlni, vagy a klasszikus motornak oly módon vagy szerelmese, hogy az úgy, ahogy kijön, és akkor az is adja magát. Én úgy voltam vele, hogy amikor az Erdős Tamás fölkért engem erre az ambasszadori szerepre, ez mindig olyan fura az én esetemben ezt a szót használni, hogy márka nagykövet, tehát hogy egy rockzenésztől a nagykövet szó, az kicsit olyan, nem tudom, olyan oldalhelyes, de a lényeg, hogy felkért engem, és mondtam, hogy nagyon megtisztelő, és nagyon jó leső érzés, és nagyon tetszik, de hogy lehet-e azt, hogy esetleg én ehhez egy kicsikét hozzányúlok. És mondta, hogy oké, csak ne kerüljön elő a flex, meg a hegesztő, meg a lángvágó, meg nem tudom, és mondtam, hogy értem, nyilván. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a motor ebben az állapotában három embernek mondjuk egy napi munka visszaállítani az eredeti. Tehát ahogy úgy nézzen ki, mint a gyári állapot. Viszonylag sok minden van vele, ez nagyjából egy hétig készült, inkább két ember által. És ez minden inverse csereszavatos. Tehát totálisan igen. Vissza lehet építeni. Igen, igen, igen. Igen. Nem történt olyan módosítás rajta, ami nem visszafordítható. Nem visszafordítható, igen. És hát az odáig vezető út az tulajdonképpen egy hét volt, de ez nem napi 8 órás munkarend. Ez Miskolcon készült a Pufi Motorsnak a műhelyében, ami egy picike kis manufaktúra, de annál nagyobb lelkesedéssel és szívvel, lélekkel, de ez ilyen napi 12-14 órákat két ember, plusz én bábáskodtam fölötte, meg azért ha mondjuk valamit le kellett mosni brigéciollal, vagy olyan volt, amit rám mertek bízni a szakik, azt én csináltam, de nyilván tehát ez itt festve van, a tankon kívül festve van egy csomó minden, ugye a bandázsolt kipufogók, a könnyék, az is újra van heggesztve, újra van gyártva mind a két oldalra, a hátsó rendszámtábla tartó, a kormány, az ugyanaz, mint ami az Origi modellen, csak két kis fület kellett pluszba nyújtani, hogy lejjebb lehessen tenni a kormányt. Tehát, hogy a kormányom az ugyanaz, csak jobb, sokkal lejjebb van, ezáltal még kaférészeresebb, még fickósabb az egész. Tehát tulajdonképp a felni, a fékek, a lánc, a első hátsó rugóstag, tank, ami eredeti, a többit, az mindent pluszelem, és minden festve, csiszolva. Tehát még a gumik is kívánnak cserélni. Igen, igen, a gumik is. Miközben téged hallgattalak, így elkalandozok a tekintetem, de hát mondtam, állj kecsere a motor. Főleg, ahogy még így beszélsz róla, és én meg vizuálisan ezt így tudom követni is, hogy valóban most látom, hogy nagyon-nagyon sok minden ki van rajta cserélve, és a végeredménye, az összhatás az bomba. Igen, szerintem is ez egy jó sikerült dolog. Büszkés vagyok rá, meg nagyon szeretem. Mik a visszajelzések a mindennapokban? Megmondom őszintén, hogy a nagyon nagy távokat nem teszek meg vele. Egyrészt azért, mert van egy olyan motor, amivel tudok nagy távokat megtenni, és kényelmesebb, meg praktikusabb ebből a szempontból. Ez inkább feeling motor, és én a Mátrában vagyok helyileg, tehát a Gyöngyös-Eger viszonylatban mozgolódom vele, beszadni a bankba, elintézni egy-két dolgot a könyvelővel, ilyesmire használom leginkább.
Vagy van csak úgy, hogy egy egyszerű hétköznap, vasárnap délután kimegyek vele, és úgy megyek, mint ahogy a filmekben is, hogy amerre a nap megy, vagy ellenkezőre, vagy bármi. Tehát nem tudom még, mikor fölülök otthon az udvarba, igen, hogy most merre lesz, szokta is kérdezni a feleségem, hogy merre indulsz. Mindig megkérdez, hogyha elmegyek, hogy majd hol keressenek, hogyha jönni kell menteni engem, vagy bármi. Igen. És akkor mondtam, hogy nem tudom, nem, fogalmam sincs. Tehát, hogy ez a motor, ez így visz, amerre jónak látja. Úgyhogy viszonylag kisebb távokat, tehát mondjuk olyan 200 kilométeren belül szoktam a megvalósítást végigvinni. A másik motoromban nyilván az egy KTM Adventure 1090, tehát azzal hegyenvölgyön, tökön babon, ahogy szokták volt mondani, és amerre csak látom, vagy jól érzem, rámerezkedek az olyan utakra is, amelyek nem annyira vonzák a többség motorost. Engem igazából igen, ott a Mátraján így ehhez nőttünk, vagy ebbe szocializáltunk bele gyerekkorunktól fogva, úgyhogy szerencsére amikor a városban, vagy bárhol járok vele, azért mindenhol egy-egy fotó elcsattam, vagy megnézik, vagy megcsodálják, és nem csak akkor, mikor elzötyögök valaki mellett a borzasztó nagy hangjával, hanem amikor csak a parkolóba épp le van téve. Pont azt akartam mondani, hogy ez letámasztva is, igen, szerintem kiváltja a kellő hatást, vagy a várt remélt hatást. Fantasztikus gép. De ha már ennyire belementünk ebbe a témába, ugye én akartam kifejezetten az átalakításról is beszélni, de akkor már ezt a lendületet ne törjük meg, és hát mivel az adás szerkesztés az rugalmas, és a podcastnak a sajátossága, ez egyfajta baráti beszélgetés, úgyhogy akkor már zárjuk le ezt a sessiont. Mesélj már nekem egy kicsit arról, hogy működik ez a gyakorlatban, amikor van egy donor, nevezzük most donornak az alapberendezést, az alapmotort, és akkor neked van egy álmod, vannak elképzeléseid. Mi történik utána? És ez legyen üzenet mindenkinek, aki esetleg ilyesmit forgat a fejébe, és még nem manifestálódott valóságként. Véleményem szerint egyrészt valahogy ki kell választani azt, akivel dolgozni akarsz, de hát egyáltalán akkor hogy indul el az ember, hogy kik azok, akikkel lehet dolgozni? Mert itt egy csomó újabb kérdés merül föl. És akkor utána mi a munka folyamata, amíg egy ilyen gyönyörűség előáll a gyártási procedúra végén? Az van, hogy Magyarországon szerintem nagyon sok jó kreatív és jó képességű, jó minőséget produkálni tudó motorépítő van. És ez már tök jó alap egyébként. Az a kis csapat, akikkel én összehaverkodtam, ez már egy régebbi kapcsolat, motoros találkozók révén jött a Stray Dogs nevű motoros klub, ahol volt egy motorépítő srác, csendes, szerény, úgy el van, de amúgy meg tud nagy hangja lenni, meg vannak jó ötletei, és ő főleg Harley-kkal dolgozott és foglalkozott. És láttam egy-két Harley-t. Én annyira nem nagyon kedvelem azokat a stílusú motorokat, de ami szép, az szép. Ezt lehet tudom ismerni. És én így mutattam érdeklődést az épített motorok iránt, ő meg feldobta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha építene nekem egy motort. És akkor ő elkezdett KTM-ben gondolkozni, és mondtam, hogy várj, az nekem úgy oké, és majd eljön az idő. És aztán szerintem rá egy másfél évre jött a lehetőség, és akkor megkérdeztem a Pufit, hogy figyelj, van egy ilyen motor, átküldtem neki fotón, mit szólsz hozzá, egy Café Racer tudunk ebből csinálni, tehát hogy nem egy cruiser vagy egy chopper. És akkor mondta, hogy nagyon szereti az ötletet, mert ő egyébként az a motorépítő, aki egyszer megcsinál valamit, és azt ő már megcsinálta. Ő ezt még egyszer nem akarja reprodukálni. Tehát ha valakinek tetszik, hogy hú, láttam azt a hófehér, angyalos, nem tudom, hogy ő nem csinálja meg még egyszer, hanem ő csinál egy mást, ha akarok. És akkor elkezdtünk ötletelni, és egy szép őszi napon elvittem hozzá. Szerintem nagyjából egy éve lehetett ez a sztori, nem? Mert együtt voltunk a Wilson tavaly. Tavaly az első Wiz. Igen. Igen. De ki akartam mondani is. Wiz and Waves? Köszönöm. Most így megakadtam. Én is egyébként. Pedig hát most volt. Igen, az első Wheels and Waves-en kim voltunk tavaly a Petivel, és ott már készen volt. Tehát szerintem nagyjából tavaly szeptemberben állhatott össze ez a motor ebben a formában. Ötleteltünk sokat a Pufival, a Miskolci Pufi Motorsnál, és én beköltöztem hozzá egy hétre. Tehát a családjával laktam. Én kaptam a kisgyereknek, az egyik gyerkősznek a szobáját, megkaptam, és akkor ott volt az én kis
matracom, hálózsákom, ruháim, ők reggelit adtak, az ebéd, vacsora az közös volt. Mondjuk, ilyen motorépítő Magyarországon nincs sok egyébként. Nem tudom, lehet, hogy van. Eleve azon jár az, szállás, hogy vajon a Pufi Motorsnál ez egy ilyen regular process. Igen, bevett szokás. Vagy nem, szerintem igen. Nem. Tehát, hogy szerintem nem. Mert hallottam tetoválókról, akik úgy dolgoznak együtt, például Ázsiában, hogy akkor egymásra szánjátok az időt, de már van, aki itthon is dolgozik így. Például Bercsényi Balázs talán, hogy akkor ti elvonultok, megismeritek egymást, és akkor úgy készül egy mű. De motorépítés, oké, motorépítésről még ennél is kevesebbet tudok, mint a tetovás, és arról se túl sokat, azon kívül, hogy viselem. De ez nagyon tetszik már most, hogy te szerintem oda költöztél egy ilyenre. Igen, szerintem ebben benne van egyrészt a rockzenekar, meg másrészt az, hogy már mi azért ismertük egymást egy pár éve a Pufival. Tehát, hogy én jártam nála, a műhelyében beszélgettünk. Jó, nem voltam vagy idegen. Igen, tehát nem volt idegen, meg ő klubjuk többször meghívott, tehát a rockzenekar élvezte az ő a klubuk meghívását különböző rendezvényeken. Tehát, hogy jó, hát volt már egy értető. Extra kicsit kapcsolat. Tehát nem az volt, hogy most én beestem egy motorépítőzésbe és beköltöztem. Tehát, hogy igen, egy kicsit több volt a hello, szia, hogy vagy nál a kapcsolatunk. A lényeg, hogy a Miskolc az egy varázslatos ország. Tehát ez a Sorsod, Borsod nevű szállóige, ez kicsikét átírta. Az acélváros. Tehát, igen, tehát, hogy sokszor találkoztam ezzel a Borsod, heves, a többi keves megfogalmazással is, hogy azért tájegységek a régiókra jellemző csibészségek, fifikák, okosságok, ezek megvannak, és ott Miskolcon azt gondolom, hogy lehet tanulni sok mindent. Talán nem is biztos, hogy mindent el szeretnék mondani a mikrofonba, itt a podcasten belül, mert nem biztos, hogy jó, ha mindenről beszámolok, de az biztos, hogy életre nevel és tanít a város, meg az ott élőknek a magabiztossága, meg a csibészsége, tehát, hogy ők valóban a túlélők a jég egy hátán, és szerencsére szerintem napi szinten vannak rákényszerítve, hogy kreatívak és frissek maradjanak elmében, és ezáltal pozitívak is az emberek, annak ellenére, hogy csak azt halljuk, hogy munkanélküliség, meg pénzhiány, meg blablabla, szerintem ott aki érti a lényeget, az boldog és vidám. Hát meg egy kreatív környezet, akár kényszerből, azután egy motorépítésnél tipikusan jól tud jönni. Igen. Úgyhogy elmentem egy hétfő reggel, föltették erre a motor emelő állványra, tudod, hogy ne kelljen görnyedni mellette, felemelték, és pikpak úgy szétkapták az egész járművet, hogy egy picit őszintén szólva, igen, meg is ijedtem, hogy basszus, akartam én ezt? Vagy? Tehát hogy olyan szinten, hogy gyakorlatilag a váz és a blokk volt benne, a kipufogók, a kerekek, tehát hátulról, fölülről minden az ülés, ja, bocs, a tank. Tehát a tankhoz nem nyúltak, meg a blokkhoz. Az összes többit szétszórták délébb rabda, nem tudom hány teljes ládába, és így voltam vele, hogy aztán fölbontogattuk a cuccot, mert már előtte való héten megrendeltük például ezeket az utángyártott elemeket, az üléspúpot az üléssel, az első rendszámtáblát, vagy a rajtszámtáblát, van egy grillrács ugye a lámpán, a gumikat, hát meg az összes elemet. És akkor én már ott, amíg a fiúk érdemi munkát végeztek, addig én már oda helyezgettem a különböző elemeket, hogy mi hogy fog állni, és én már láttam a lelki szemeim előtt, hogy ez majd milyen frankó lesz. És a Pufiról tudni illik, hogy ő egyébként nagyon-nagyon preckó fényező és festő. Tehát, hogy ezt a dizájnt is ő álmodta meg, hogy akkor ez a kék, ez a fekete, ez az ezüst, ez hogy miként, hol jöjjön vissza. Ezt egyeztettük. És kezdve, de egyik este eljött hozzá a helyi, hogy mondják ezt, aki a festékeket árusítja, kezeli, keveri, nem tudom. Tehát egy szakember. Uh-huh. Egy ilyen kis eszközzel, hogy ő majd ezt beméri, a szint, hogy majd mi a real színe. Mert a tank az gyári, ugye? A tank a gyári, és ahhoz már bemérte, minden. Hogy majd mit kell el? Igen, ilyen berendezés. Igen, hogy egy ilyen kis műanyag, mint egy pisztoly, vagy nem tudom, és akkor ráteszi több helyen, leméri a vastagságot, a réteget, a színeket, nem tudom. És akkor mondta, hogy jó, akkor ez milyen motor, kérdezi ő, mert nem szakember volt, mert hogy ez nincs európai ralszabványban. Mondtam, hogy ez India. Ja, akkor azért semmi gond, holnap délutánra jöhettek a festékért meg. És ő kikeverte
az, ezt a szint, ami nem létezik ugye európai színmintába, tehát összerakta a színeket, és ugye az oldalrajtszám, az üléspúp, ezek a kékek, ezek napfényben is ugyanazok a kékek. Tehát, hogy én megkaptam ezt a számot, amit ő elnevezett, hogyha legközelebb valahonnan kell majd kérnem újra kéket, akkor ezt a RAL számsort kell beütni, és akkor én meg fogom kapni ezt a kéket. Úgyhogy ilyen, meg még ehhez hasonló csodák történtek ott Miskolcon, és hát a műanyag alkatrészek, ugye ez mind műanyag, ezeket lecsiszolni, lettelni. Tehát rendkívüli alaposság is jellemezte a fiúkat. Addig csináltak egy-egy dolgot, amíg össze nem jött. Például ez az üléspúp, ahogy fölcsavaroztuk az üléssel, ez egy kicsikét így fityeget hátul, ilyen kis anyátlan volt. Meg kell oldani azt, hogy úgy helyezkedjen el, hogy ez ne mozogjon, ne kotyogjon, ne lógjon, tehát hogy valahogy úgy, de ne is lehessen látni, hogy hova csavarozott fel, hogy rakott fel, tehát egy belső megoldással, ráadásul az alja kicsit szintén lógott. Ennek is meg kell merevíteni. Tehát, hogy olyan plusz extra dolgokat igényelt, hogy ez nem így érkezett, hanem ezt még föl kellett kicsikét turbozni ahhoz, hogy ez tényleg patent legyen, meg patika legyen. És mondom, a rendkívüli alaposságuk és a szakértelmük, meg az a fajta kreativitás, hogy szerintem ezt a gyárban nem így oldották volna meg. Ők viszont egészen más, hogy közelítik meg a dolgot, mert hogy napról napra rá vannak erre kényszerítve, és rettenetes lomokat tolnak be hozzájuk. Egyébként nem csak Harley volt benne, mert találkoztam egy leharcolt GS-sel, volt náluk egy réges-régi Ducati, tehát hogy voltak olyan motorok, amik igazából közelebb állnak hozzá, mint mondjuk egy Harley vonal, de az a lényeg, hogy ők megbirkóztak ezzel a feladattal, és láttam a csillogást a szemükön, hogy végre egy olyan feladat van, azért valljuk be, nem minden nap történik az meg egy motorépítőnél sem, hogy behoznak egy 500 kilométer volt benne? 500 kilométeres, nem tudom, 3 hónapos motort, hogy figyelj, ezt csapjuk szét, és rakjuk össze újra, de egész más gondolatban. Úgyhogy ez is villanyozta őket, meg nyilván a régi kapcsolat, szóval nagyon gyorsan eltelt ez az egy hét, jól elrepült, borzasztó jól éreztem magam, sokat tanultam. Egy nagy csomó dolog van, ami ebetűs, tehát ezek az apró pici, körömnyi indexlámpák, ezek is ebetűsek, tehát szabvány. A lefelé lógatott tükör szintén ebetűs, tehát hogy igyekeztünk mindent úgy megoldani, hogy azért ez forgalomra alkalmas legyen. Lehet, hogy egy picikét hangos, de nem vagyunk rossz fejek a rendőrökkel, tehát igyekszünk mindenhol, mindenkivel. Tehát én nem járok a Mátrába, ezt akartam is mondani, nem tudom, hogy erre sor kerül, de ha már itt vagyok, elmondom, hogy a 24-es út Gyöngyöstől Egerig nagyon klassz, kanyargós, nagyon jó kis szerpentines, és most már jó minőségű megcsinálták. Ami nálam tiltólistán van, hogy ezt az utat én mondjuk péntek déltől vasárnap este 8-ig használjam autóval vagy motorral. Kizár dolog. Olyan forgalom van rajta, hogy nem lehet élvezni. Ez most csak egy szubjektív vélemény. Én ezt nem tudom élvezni. Szóval ha kimegyek hétfőn délbe, június közepén a napsütésbe, jó meleg az aszfalt, jól tapad a motor. Gyakorlatilag találkozom a Gyöngyös-Egertávon mondjuk egy busszal, 2 kis teherautóval, meg 5 személyautóval, meg nagyjából 0 vagy 1 motorral. Na az oké. Okay. De amikor fölmész szombat délután, és egymást érik a kanyarvadászok, és csak a térdel lefelé, és csak a panírozás, nem annyira érzem azt a közeget magaménak, és az, hogy figyeljek az autósokra, és figyeljek azokra a motorosokra, akik mögöttem és előttem vannak, az már kicsit nekem sok, és inkább elvesz az élményből, mint sem hozzáad számomra. Úgyhogy a motorozás, meg a szerpentinek, meg az aszfalton való kanyarvadászgatás, az tök jó, bizonyos körülmények között. Remélem, hogy most ezzel az adással nem hoztuk meg senkinek a kedvét a hétfőkhöz, meg a keddekhez. Hát a legtöbb normális, úgymondom, a normális ember dolgozik ilyenkor. Igen, akinek polgári foglalkozása, hogyha fogalmazhatok így, ez jellemzően péntektől szabadul. Onnani Sunday után átállunk az onnani Monday-ra. Az erdő jó olyankor, az onnani Sunday. Igen.
Azt szeretném volna még kérdezni az átalakítással kapcsolatban, hogy hát valóban az valószínűleg nem hétköznapi dolog, hogy szó szerint így a család életébe beköltözöl egy hétre, de egyébként az, hogy részt veszel a mindennapi folyamatokban, így kell elképzelni egy ilyen motorátalakítást? Hogy ott a kliens részt vesz, hogy a kliens leadja, és majd vasárnap megy érte? Azt gondolom, hogy ez a profi megoldás, tehát hogy elmész egy étteremben, nem bábáskodsz a séf fölött, hogy akkor most abból a paprikából nem próbálj meg kicsit többet, vagy a hagymát kicsit még jobban kapasd oda, nem? Aha. Ez a szakemberek dolga, tehát én kalapomat emelem a motorépítő szakemberek, vagy akár egy mezei autószerelő előtt is, aki tisztességgel, becsülettel végzi a munkáját. Semmi szükség, hogy ott álljon egy olyan kontár, mint én. Nekem a pufiék megengedték, hogy ott legyek a műhelybe, és azt mondtam, hogy szeretném, hogyha ragadna rám valami, ha csak olaj sár a körmöm alá, az is jó, csak szeretném részese lenni a dolognak. Nem azért voltam ott, mert nem bíztam bennük, vagy nem azért voltam ott, mert menet közben akartam, de egyébként menet közben, ahogy rakódtak föl, akkor mindig volt, hogy te pufi, mi lenne, hogyha ezt így meg úgy? Hát, és akkor mondta, hogy az azért nem jó, mert aerodinamika, vagy a izé, vagy nem. Például én elképzelésem volt, hogy ugyanez a gumi kerül előre, mint ami hátul van. Nagyon sok kafé részeres videót és fotót megnéztem az építés előtt, és sok helyen láttam, nekem nagyon-nagyon pacek, hogy ugyanez az átmérőjű, mint ami a hátsó kerekem, ugyanez az átmérőjű felni és gumi kerül előre is. És azt mondta a pufi, hogy abból viszont nem enged, hátsó kereket nem teszünk előre. De nagyon sok külföldi videón láttam, hogy ugyanez van méretben, nekem nagyon pacek, nagyon tetszik, nagyon bejön. És azt mondta, hogy nem rakunk hátsó kereket előre, azt tanuljam meg, sem a kormányzás, sem a dőlésszög, tehát mindenben elveszítem az egészet. És első kerékre első kerék, első gumi került, és tök jó, és nagyon élvezem, és a legjobb visszaigazolás az, hogy tudtam úgy dönteni, hogy letettem a kipufogót, tehát hogy igen, az aszfalton, egy hétfő délután fél egyes, 24-es úton való menetelés közben. Tehát, hogy működik a gumi, és úgy jó, ahogy a szakember elmondta, az, aki ért hozzá. Elmondta, hogy a kormányt is meddig, és a kormányt is, hogy és a kipufogó. Tehát, hogy akinek szakmai tapasztalata, tudása van, én megkérdezem, hogy ez miért így kell, vagy vannak ötleteim menet közben, hogy figyelj, nem lehetne, hogy esetleg innen hátulról előre? Nem? De volt olyan is, amire azt mondta, hogy úgy szeretnéd? Nézzük meg, én nem erre gondoltam, de próbáljuk ki. És akkor, mit tudom, egy gyors kötőzővel odarakta, na, nézzük meg, pacekba jól néz ki, akkor ide csavarozzuk például beszélgettünk az hátsó indexeken, hova kerüljön. Vagy ugye a hátsó üléspúp fekete, ezüst, kék, hogy ennek mi legyen a vonulata. És akkor voltak nála ezek a kis ragasztó szalagok, és akkor leragasztotta, lemodellezte, nézd, itt vannak a színek, így néz ki. Ez tetszik, ő ezt javasolta, és végülis ez vált be. Nekem is ez tetszett. Szóval azt gondolom, hogy sokat tanultam, de nem tudnék egy ilyen motort megépíteni egyedül. Még akkor sem, hogyha szerszámokkal rendelkeznék. Tehát, de mindenképpen jó volt ott lenni, és végignézni az egész folyamatot, fotókkal végig dokumentáltam, és azt éreztem, bár mondom, a legkevésbé voltam én a motorépítésben benne, de hogy azt éreztem, hogy ez általam is épült ez a motor. Hát egy egész más a kötődés, ragaszkodás hozzá. Meg hát ahogy mesélsz róla, ugye azért, amikor ez elkészül, akkor az egy dolog, hogy néz ki, de utána az kapja a terhelést. Mozognak az alkatrészek, folyamatosan valami történik a motoron, és azért, amikről mesélsz, itt a tapasztalatuk, a rutin, a kreativitás, hogy munkálják meg, hogy hogyan erősítenek föl valamit, hogy peckelik ki, hogy ékelik ki, az azért, ennek lesz egy utóélete, és igazán az utóélete az izgalmas, mert hát onnantól kezd el élni a motor. Nem elég csak, hogy jól nézzen ki, hanem ennek egybe is kell maradni. Bizony. Szóval ilyen funkciót is be kell töltenie. Nem egy vitrínbe. Biztos csinálnak vitrínbe is kiállítási darabokat, nem ők, hanem általánosságban. Tehát tipikusan nem ez a felhasználó vagy. Igen. Most egy kicsit vitrínbe kerül, de az meg jó célt szolgál. Igen, de ez a kellemes, a hasznossal, igen. Most hány kilométer van benne? Ezen is nevettünk Petivel tavaly a Wilson Wave-szerre való menet során, mert ugye ott megtettünk autóval 1100? Igen. Ez oda-vissza, vagy csak oda? Oda. Csak oda. Igen. Szóval az van, hogy azon nevettünk a Petivel, és ez azóta sem változott ez a sztori, hogy ebben a motorban
kevesebb kilométer van két keréken, mint négy keréken. Tehát nagyon sok alkalommal viszem valamilyen teherautóval A-ból B-be, vagy mondjuk ugye az olaszországi túra az elég 2200 kilométer. 3000, nem tudom, 5 körül van, és nagyjából ennyi. Körülbelül ennyi van négy keréken is a motorba. Tehát amikor ide vittem oda Balatonboglár, Budapest, tehát hogy Miskolc, most is ide, hozom, viszem, igen. Sokszor egyszer jöttem fel vele Budapestre, amikor a Gentleman's Ride volt. Hát viszonylag untam magam az M3-asom. Tehát, hogy úgy mindenki elment mellettem, igen, rettenetesen kemény, feszes motor, tehát minden egyes kis nyúasznyi kátyú, vagy ezek, amikor meg van gyűrődve az úttest, akkor az agyamig üt. De hogy vagyok? Úgy van vele az ember, hogy elnézi az élmény miatt. Tehát, hogy Oké, persze nem mennék 100 kilométert végig ennyire rá, vagy macskakövön, vagy nem tudom, de hogy úgy vagyok vele, hogy belefér, és elnézem, és meg tudom neki bocsátani, mert közben mellette annyit ad, annyit tölt, annyi pluszt szerez nekem, hogy egy húzós hét után, hogyha csak egy vasárnap elmegyek egy 2-3 óra hosszára motorozni, a nem tudom hová, hogy lyukadok ki, és hazajövök, csak azt érzem, hogy leülök, a teraszon, nálunk van egy ilyen fedett terasz, ott van egész nyáron. A család nem nagyon szereti, de mondtam, hogy jó ránézni. Tehát amikor reggel kimegyek egy kávéval, még kicsit így álmosan, és akkor így leülök a kávéval, és nézem, hogy basszus, ez nagyon szép ez a motor, ez jól sikerült, ezt szeretem. És akkor hazajövök vele a vasárnap délután, hogy indul egy újabb hét, és jönnek a zenekaros feladatok, meg a hétvégi koncertek, meg a nem tudom, és úgy az van, hogy oké, akkor teljes a nap, meg a hét is, meg hogy úgy akkor olyan, hogy sokszor elhagyta a számat az, hogy azt mondtam a hideg vasnak, hogy köszönöm. Tehát, hogy élményt kaptam tőle, hogy megveregettem a tankot, vagy az ülést, hogy basszus, köszönöm. Tehát, hogy ez itt vagy. Nekem most ez adott. Tehát én hiszem azt, hogy ez nekem is ad kreativitást. Az, hogy a pillanatnyi élmény, az csak egy dolog. Az, hogy a flash-t megélem. Uh-huh. Ugye, illatokat érzem meg, folyamatosan a külső behatásokat. Tehát, hogy ha beérek egy településre, néhány fokkal melegebb van. Kiérek, ott néhány fokkal hidegebb. A különböző illatok az utcákból, hogy basszus, itt valamit sütnek. Aha, tehát, hogy annyira egyből ott rajta vagyok az élményeknek. És a hosszú egyenes úton csak megyek, és hogy egyszerűen nem kell több. Tehát, hogy az van, hogy körbeértem. És annyi pluszt tud adni, annyira feltölt, mint mondjuk egy teltházas koncert, ami más okból tölt fel, vagy mondjuk, mint a gyerek. Te is tudod ezt, Pet, hogy milyen az, amikor a gyerekkel leülsz egy este, és akkor beszélgettek valamiről, nem tudom, most fizikáztam legutóbb a lányommal, és annyira jól esett, hogy V=S esperti, és akkor most, szóval ezek a dolgok annyira kellenek egy ember életébe szerintem, hogy a legtöbb depresszióra való, tehát nincs időm, baszki, a depresszióra, már bocsánat. Tehát, hogy nyilván én is vagyok lent padlón, meg az van, hogy fejen felül érnek a gondok, meg a problémák, vagy olyan dolgokkal állok szembe, amit nem tudok megoldani. De hogy ez megoldás lehet. Valakinek a gyógyszer, meg a drog, meg az ital, de hogy ez inkább megoldás. Én ezt lehet adnám receptre, nem tudom, a depresszió ellen, hogy az vagy, menj ki, nem, egy óra hosszát motorozzás, menjél 40 kilométert egy óra alatt valami szőlőhegyek mellett, vagy a Balaton partján, vagy bárhol, menjél egy kört, akár a városban is, menjél egy kört. Van úgy nem egyszer, hogy bemegyek Gyöngyösre, átmegyek a főtéren, és hazamegyek, és elég. Semmi nem történik, ez nekem 40 plusz kilométer. És az van, hogy az erre napra tök jó volt. Igen. Igen, ez előfordul. Sokan szerintem vagyunk ezzel, igen, így, és ilyen terápiás megközelítése van ennek. És ezt jó megfogalmaztam. Igen, szerintem. Több egyre, de te nagyon szépen egy csokorba szedted mindazt, ami... Már csöpögös romantikusan. Nem. Hát inkább az egyetértés volt mindannyiunk szívében. Igen, és hallgattuk, tényleg így ittuk a szavadat. Egyébként hadd kérdezzek már ide, ez szerintem ide beillik, hogy egyébként írtál már róla egy dalt? Folyamatosan. Vagy erről a motorozásról, ugye? Igen, folyamatosan ugye bennünk van ez a dolog, meg az jó, hogy a többiekkel is kvázi egy hullámoszon vagyunk. Mert hogy erről még nem beszéltünk, de négy fős a zenekarotok, igen, és ebből hárman motoroznak. Igen, a szerkezet három negyedet motorozik, és a negyedik tag is két keréken van. Mindig
Csipkedjük egyébként az Imit, ő a negyedik, aki nem motorozik még, de ő rengeteget bringázik, hogy majd előbb-utóbb. És valahol, nem tudom, hogy koncert után, vagy koncerten így bemondtam, és bejöttek az öltözőbe valami tréning, vagy valami olyan ember szakirányú végzettséggel, aki oktat, tanít, vagy rendőrök, vagy nem tudom. És mondta, hogy figyelj, mondja az Iminek, hogy figyelj, hallom, hogy te is mondd, nagyon szívesen akkor nézzél, és mondja az Imi, hogy nem, ezt mindig csak a Máté tolja meg. De hogy hiszek abban, hogy tudod, ha előbb-utóbb valaki... Mantrázzátok? Igen, mantrázzuk akkor... hárman, meg így csak így csipkelődünk, meg viccelődünk fel, akkor előbb-utóbb az vagy... Ki tudja. Nézzük meg egy Huntert. Vagy nem valami. Talán. Na, ez van velünk is, és nagyon érdekes, hogy a Huntert mondod. Nálunk ugye hárman vagyunk ebbe a projektbe, kettő látszik általában a kamerába, és a Kemi a harmadik, most is itt ül a kamera mögött, vagy éppen rá is mosolyog. És ugyanezt csináljuk mi is, mert a Kemi nem motorozik, tehát nekünk egy kétharmados arányunk van jelenleg. Hasonló a felelés. És én két évet jósolok, tehát hogy nagyon, nagyon, nagyon aktívan rajta vagyunk, és a Huntert szemeltük ki mi is számára. És ő is a Hunter iránt érdeklődik. Nem így van, Kemi, elég a bólogatsz, ugye? Én azt tetszik bólogat, neki, igen. Megerősítem. De a Hunter visszatérve pont a piros-fekete, ami itt áll bent a barátod, ugye? Na, ez a sztori, ez megvalósult nálunk. Akkor találkozunk. Nagyon vicces volt, mert pont ott voltunk, és akkor kérdeztük, hogy ti mi járatban, és akkor mondtad, hogy a barátodat hoztad el, ezt esetleg picit ő is egy kerékpárról, ugye? Nagyon, nagyon jó lelkű, jó szellemiségű srác, egy vállalkozó figura, modellekkel foglalkozik. Mármint nem top, hanem hogy rádiótávirányítású és makettek és egyedek. Igen. És nagyon értelmes figura, ő csinálja nekünk egyébként a roadshopot. Tehát a merchandising online felületen az ő keze alatt van. És egyszer felhív a Balázs, hogy van-e ismerettségem a Harley-nál, mert hogy neki kellene egy fatboy. Hát mondom, várjál, mert Bali, neked van jogsid? Nem, de ő leteszi. Na figyelj, szerintem nem az a modell, amivel kezdened kéne, mondom, értem, hogy te erre a vonalra vagy rágyógyulva, de hogy ő úgy ébredt föl, hogy ő motorozni szeretne, és hogy a fatboy azt tetszik neki. Na figyelj, gyere, menjünk le a Tomihoz Boglárra, nézzünk szét, meg beszélgessél ott szakemberekkel, tehát hogy van egy-két ember, gyere, aki már picit jobban rálátott a témára. Hát mi is ott voltunk, ugye? Igen. Ha már szakemberek. És akkor az lett a vége, hogy vett egy Huntert, és most éppen most a napokban van neki, igen, a vizsga. Tehát, hogy ő későn kezdte, augusztus végén ébredt. Óriási. Úgyhogy most még vizsga, és azt mondta, hogy benne van a levegőben, vagy még idén megszerzi a papírt, tehát a motor már megvan. Tehát akkor még azt akarom kérdezni, hogy megy neki ide, akkor még, hát még a jogosítvány. Még most szerzi a jogosítványt. Előbb megvett a gombot. Igen. Neki a motorozás, vagy a kerékpározás is ez volt, hogy fölhívott engem, hogy ő úgy ébredt, de ez 5 évvel ezelőtt volt, hogy ő most kerékpározni hogy a terep, a mountain bike-ozás, hogy e-bike-kal, hogy mi a javaslatom, és mondom, gyere, menjünk, nézzünk szét. Szétnéztünk, vett egyet, elkezdett járni vele, de ő már az e-bike-nál is ott tartott, hogy minél kevesebb energiát használjon. Most ott tart, hogy már nem használja az e-bike-ot, de vette ezeket a gravel bike-okat. Gravel, igen. És akkor egyszerűen olyan... De most tizató hányszoros megkerülés? Azt láttad? Aha, igen. A követem a srácod azóta. Azt hiszem, hogy be Balást, igen, hogy már hogy, vagy talán 16 kör, vagy 16, mennyi? De igen, de hogy 20-at vagy... tervezett. És ő ezt kudarcként élte meg, hogy 16-szor tudta megcsinálni. Szóval körbe került a Balatont. De tizató. Vagy, bocsánat. Tizató. Ami 70 kilométer egy kör. Tehát valami nem tudom, 1800. Ilyen, tehát, hogy... Te mondom, agyament, te hülye, igen, vagy Balázs. De ő ez a maximalista. Hát, hogyha ebből indulunk ki, akkor nagy várakozásaim vannak motorosként a jövő vonatkozásokra. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy 3-5 év múlva milyen rekordok. Út, világkörüli. Ő lesz az, aki majd elmegyek Indiába, megnézem a Huntert. Hát ott szervizeltetem le. Figyelj csak, szerintem most bogarat ültettünk a fülébe, úgyhogy lehet, hogy ez lesz belőle. Balázs elindul. Amilyen vehemens a srác, de mondom, ez egy valid sztori, tehát, hogy simán óriási, lehet, hogy... Kemiből még lehet. Na, de ha már így a motorozásnak a kezdeteiről beszélünk a barátoddal kapcsolatban, akkor én erre rákapaszkodnék, és egy kicsit akkor beszéljünk arról, hogy nálad hogy indult ez a hobbi. Mi a te motoros történeted, Máté? Volt a családban anyukámnak egy Jáva Babetta, a klasszikus Linda, csak ez piros színű volt, és anyukám ezzel jár dolgozni, de nem nagyon szerette, inkább gyalog. És... hát így 3-4 évesen ébredtem, mint a legtöbb kamasz srác, hogy hát nálunk van otthon egy motor, sőt volt egy Pannonia is, de az egy az másik történet. Igen, és én így 7-es, 8-os koromban azzal a Babettával kezdtem el megtanulgatni. Nyilván
bringázni tudtam, jártunk bringázni ott a hegyen, és már akkor szembe tűnt nekem, hogyha, mert szólt apám, hogy erre jogsi kell. És mondtam, hogy és hogyha ott hátul a temető felé elmegyek ott a, hát ott nincs rendőr, úgyhogy arra mehettem. Milyen érdekes, hogy annak idején ez a 90-es évek... Hát a temető felé esetek fekvő rendőr. Ez volt. Jaj, Ihagyhatatlan volt. Ezt, igen, ezt majd könnyű kivágja. De hogy vágja ki, hanem ilyen dobszólót vág. Igen. Bocsánat, de ez... Igen. Egyébként most... Igen. És akkor... És várjál már nekem, most áll össze? Deség? Igen, kés... Ki ne vágt kemény, de az én késői reakciómat sem. Hogy milyen érdekes, hogy régen nem kellett bukósisakot viselni lakott területen belül, csak kívül egyébként, amikor levizsgáztam már motorra. Régen ez volt. Ez 90-es évek elejét írunk. Tehát voltak is Simpsonos bandánk, nekem mondjuk egy ilyen kis Yamahát sikerült pattintani a szülőknek, egy ilyen leharcolt kis Yamahát, 50-eset, és akkor megcsináltuk az SMKP papírunk volt, tehát segédmotorkerékpár, egy darab karton papír nyomtatott, kipontozott rész, beírva a nevem meg, hogy mikor szereztem, és ez volt az SMKP papírunk, ezzel lehetett menni. És falun belül oké, de ha falun kívül mentél, oda kellett bukósisakot venni. És falun belül az 50-esre nem. Pedig azzal is tudtunk menni, nem tudom, 80-akat, tehát hogy azért az is egy végzetes tragédia lehetett volna, akár hogyha ott borul valaki. Szerencsére nem így volt, és szerencsére most már mindig mindenkinek kötelező a bukósisak. Ezt nagyon fontos dolognak tartom. Na de visszakanyarodva, temető felé el, és akkor a kis babettával én már ott próbáltam kiállni rá, és a köveken, a murván, és ezt nagyon élveztem, hogy a biciklivel mi járogattunk arra, meg ilyen különféle terepes helyeken, de hogy nem saját erőből kell fölhajtanom a dombokra, meg izé, hanem ott vissza a motor, meg a lendület, nagyon megtetszett. Akkor te mondtad hogy... nekem, ezt scramblereztél. Hát, a szegény ember scrambleré, a jáva babetta, igen. Igen, de jó, ez jó. Igen, úgyhogy 13-14 éves koromban indult, 50 köbcenti, aztán volt egy beállt, dugattyús T5-ös Pannonia a garázsban, azt haverokkal kipucoltuk, felfúrattuk, megcsináltuk. Az illegálba, full illegálba nyomtam, akkor ilyen hát rendőrök elől menekülés, meg ott is volt, hogy domoszlón, de hát kinőttem ebből én már. Az a csibész 4-5-6 éves korunkban még ez így fickós volt, hogy spúrja zsaruk elől, de most már nem tartom annyira jól ötletnek ezt, megmondom őszintén, tehát hogy igyekszem a legális utat járni ebben is. Úgyhogy volt egy Pannoniám, az egy jó kis lecke volt az azon való motorozás, meg azzal való együttélés, és aztán sikerült letennem a jogosítványt A2-re, 17, mert akkor még nem lehetett. Pont úgy vizsgáztam, hogy nem lehetett. Előttem még, akik vizsgáztak, az korlátlan. Tehát a segédmotor okay, után korlátlan. És akkor jött a törvény, hogy A1, A2, korlátlan. És akkor én A2-ig tudtam vizsgázni, és aztán egy darabig az elég is volt nekem. Aztán néhány éve jött az, hogy hát basszus, vegyünk már egy igazi nagy motort, ne csak ezeket 250-es, meg ezek a kis 40 lóerős, hanem hogy kipróbálnék egy igazi nagyot is, vagy nem tudom. És akkor levizsgáztam, és akkor jött egy KTM 1090 Adventure, ami mai napig megvan, 17-es évjáratú motor, tehát most 6. éves, és sok helyen jártam már Európában is, meg igyekszem azért a gyerekkori emlékekhez hűen visszakimenni az erdőbe, igyekszem nem az illegális utat választani, hanem oda, ahol engedik, vagy ahol még lehetséges, vagy ahol még nekem szabad mennem, de mindenképp a terepmotorozásnak az a része, hogy a köveken, a murván, a patakon, a sarakon, igen, ez egy tök jó, igen, szeretem. Na és most voltatok egyébként egy nagyobb túrán, ha jól tudom. Igen, kezdetek a Rákóczi Feri, majd ajánlom figyelmetekbe egy valamelyik következő adásba. Őszintén szólva, ő is fönt van a listánkon. Abszolút, na, hogy reméljük elfogadja majd a megkívást. Igen, figyelemmel kísérjük, hogy ő is motorossá vált. Majd én megmondom neki, hogy attól függ, hogy ez hogy sikerül, akkor majd... Persze. Hányan látják, igen. Igen, hogy a Feri tavaly... Kezdte. Igen, tavaly tette le a jogsit. Ja, ő tavaly kezdte? Igen, nagyon. Tudom, hogy pár éve. Aha, tavaly, de úgy, hogy nulláról. Tehát neki tehát előtte nem is volt. Kezdetek el, hogy ugye nekem a
gyerekeimnek a kereszt apja, kereszt anyja, az ő családja, ő is a párja, és ugye sokat találkozunk, és néhány éve fölpattintottam, szintén a Puffy Motors jó voltából, volt egy kis Simpson Bunny, egy SR50, az is elég lerongyolt állapotban, és én csak azt szerettem volna, majd erre mindjárt visszatérek, csapongok szanaszét. Nem baj, felújítottuk, és mutattam a Ferinek, hogy nézd, milyen klassz lett, ez nemrég lett kész. Hú, de jó, kipróbálhatja, de neki ne, hogy tetszik, és akkor elvitte egy körre, de akkor a fiát is, és mondom, te miért nem teszed le a jogsit? Hát nem tudja, gondolkodik rajta, de ő ilyen klasszikus motorkerékpár fan, mutattam neki a Tura Endurót, neki ez nem, egyáltalán nem az ő világa. Letett a jogsit, szerzett egy Triumph Bonville-t, 1200, és hogy a klasszikus motor, és az életérzés, és hogy és mondja, hogy menjünk el egy túrára. Mondta idén. Mondom, oké, Feri, csak akkor létszi, hozz egy olyan motort, ami túrára való, mert ezzel a... Tehát nagyon szép, meg nagyon klassz, de... Nem erre találták ki. Ja. Ez agybaj lesz, ezen végig menni 1000 kilométert is akár, vagy 500-at. Kérte egy Tiger 1200-t, onnan a cégtől bérelve, vagy így kölcsönbe, és már az első állomáson mondta, hogy basszus, kell egy ilyen nekem. Na, mondom, látod, ugye? És képzeld el, a GPS olyan helyeken vitt Szlovéniában, hogy Murván köveken, és mondom, Feri, állj ki, de hát hülye vagy, hát az hogy meg, És tényleg benne volt a csávóban, nem tudom, 1500 kilométer, és már állt a motorom, már terepen mentünk, már Murván, lendület, toljad neki, kapcsoljuk ki az ABS-t, ABR-t, nyomjad, tehát én bátrabb voltam vele, ő egy kölcsönmotorral, gyere oda, utána, semmi baj nem lesz. És megszerette, vagyis hát úgy tűnt, hogy élvezi a dolgot, úgyhogy most már úgy tudom, hogy tulajdonosa is egy ilyen járműnek, nem régiben vásárolt egy ilyen nagy... Gratulálunk neki innen is. 1200-es Rally Adventure motorkerékpárt, és nem régiben jöttünk haza egy túráról, ez egy 6 nap volt, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Horvátország. Tulajdonképpen nagyságrendileg a múltkori adásból a Balkánról is útvonal nagyságrendileg. Igen, ez a 2004 volt nekem a vége, de nagyon jó, ő szervezte meg az egészet, mikor, hol szállunk, mit hol nézünk meg, tehát látványosságok, turisztikai célpont is volt egy-kettő, de főleg ilyen kanyonok, víztározók, hidak, különböző hegyek, hegycsúcsok, az iszonyatos élmény volt. Én amikor az első nagy motoromat választottam, ugye a hallgatók tudják, hogy ez egy Kawasaki Z650R-es lett aztán, akkor én segítségül hívtam egy ismerősömet, őt Hajdú Zolinak hívják, és ő az egyik oszlopos tagja a hegylakók közösségének, tehát ezt a portált, ezt ő sokan ismerik, ez egy ilyen motoros felület, nagy látogatottsággal bír. A Zoli nagyon-nagyon régóta, talán lehet, hogy a kezdetek óta benne van, és akkor ő az egyik szerkesztője, meg különböző cikkeknek a szerzője. És akkor a Zolinak adtam a véleményére, tudtam, hogy régi motoros, sok motorát fut a fenekük alatt, tulajdonképpen így is fogalmazhatom, és hát így az értékrendjét is ismerem, úgyhogy azt gondoltam, hogy egy releváns forrás lesz. És aztán ő így, voltak olyan tulajdonságok, amiket kidomborított, volt olyan, amire felhívta a figyelmet, ha ilyen és olyan típusú motorokat fogok választani, akkor ez és ez fog történni, és hát én ettől függetlenül beleválasztottam a Z50R-esbe, mert hogy a szívem, akár csak itt a Rákóczi fel is történetnél, ez a klasszikus motorok iránt köteleződött el, és akkor nekem azt mondta a Zoli, hogy érti, és nem én vagyok az első, aki ez alapján dönt, kívánja is, hogy ez örömet okozza, és akár meg is maradjon, de el fog jönni az idő, amikor majd valami túrásabb motort fogok választani. Erre tessék, 2023-ban egy Teneré nyergébe találtam magam, és mivel az első tenerés képemet feltöltöttem a Facebook, vagy az Instagram felületemre, akkor azt hiszem, hogy be is kommentelt alá, vagy elküldte üzenetbe, ez már majdnem mindegy is, hogy hát, igen. Ő mondta. Hogy mondjam, visszatérve a Royára, hogy ez is egy gyönyörű, és borzasztóan feltölt, és nagyon jól érzem magam a társaságába, és szórakoztat minden perc, amit vele töltök, de ezt beszéltük Ferivel, fölfelé menet a Szölk Pass, vagy nem tudom mi az ott az osztrák, ott a hegyek között, nem tudom, hol voltunk. De mondom, Feri, mert ugye átbeszélővel nagyon szórakoztató, egymást szórakoztatjuk. De mondom, Feri, most el tudod képzelni, hogy te a Bonville nyergében ülsz, én meg a Royaléba. Azt mondja, hát azt nem tudom, ezt bemerjem-e mondani, de hogy nyilván félig viccesen, mit tudom én, az 1500. kilométernél.
El tudsz képzelni? Hát azt mondja, figyelj, én már belöktem volna régen ide az árokba, egyszer figyelj, de jobb oldalra, ide az árokba, én is, meg a tiédet is. Tehát, hogy együtt, az biztos, hogy ezek a motorok rendkívül jók, nagyon pacek motorok, úgymond igénytelen technikailag, tehát nem igényel nagy karbantartást, meg nagy odafigyelést, és borzasztó nagy élményt tud adni. De kezeljük helyen a dolgot, tehát egy hosszú távfutó, az nem fog az első 100 méteren olyan időt futni, mint aki most a atlétikai VB-n az első lett. Tehát, hogy srácok, mindenek megvan a maga helye és ideje, ez a motor, tudjuk helyén kezelni a dolgot, hogy mire való. És ha arra használod, akkor borzasztó nagy élményt tud adni, meg olyan pluszt tud adni, amit szerintem más nem adja meg. Ha meg nem a helyén kezeled, akkor az van, hogy kényelmetlen, ráz, hangos, zörög, csattog, és egyébként sem volt jó vele lemenni azt a 800 kilométert, mert már szana szétszakad a derekam. Mert ez nem arra van. Igen. És ugye itt jön megint, Gergő, a mantránk, hogy egy motor nem motor. Igen, de igen, és Erdős Tamás kijelentése is ide tartozik viszont, hogy minden motor túramotor. Igen, de azért mert hogy az elődeinknek nem volt ilyen széles körű választási lehetősége, de nekünk viszont és már van. És kell megállni, és akkor most, hogyha nem muszáj, igen, akkor ne szívassuk magunkat. De azért azt érzem, hogyha nem lenne ez a motor, most már neked hiányozna az életedben. Abszolút. Már a Royal Enfield. Ezt mi is Ferivel a bukós is akarat megbeszéltük a hosszú túrák során. Most esetben, de közben neki is megvan a Bombia. Bombia is megvan, persze. Motort nem adunk el. Igen, pont ezt mondtam Ferinek, mikor megvolt a Bombia, és mikor jöttünk hazafelé a kölcsön, triumfal jött ő, és akkor a Tigerrel, és akkor mondja, hogy basszus, biztos, hogy kéne egy ilyet valahogy szerezve, vennem kell, és akkor hasonlóan, csak nekünk mi más nexusban vagyunk, meg ugye nem hallgatnak bennünket, nem néznek ennyien, de akinek egy motorja van, mi így apostrofáltuk ezt egymás, igen, között, de a lényege nem változtat, tehát, hogy ha megvan a helye és ideje, ez ugyanazt, képzeljétek el, hogy én a Jeli Attilánál voltam a tréningen. Mi is tervezzük a Petivel, hogy ellátogatunk. És kipróbáltam a Trial motort, és azt mondtam, basszus. Kell egy ilyen? Hogy figyelj, hol a tökben voltam eddig? Atya úristen. És kérdeztem, hogy te figyelj, nem vagyok én ehhez öreg? Mert engem ez úgy vonz, hogy ott volt a fia. Tudjátok, hogy hol voltunk ez a Makoton, a Makot 8-on, ott voltatok? Már nem még. Nem. Egy érdekes kis közösség, a Magyar Kaland túramotorosok találkozója. Országos találkozó. Országos találkozó, igen. És rengeteg jó figura, mindenki ezekkel a nagy túraendúrókkal. Kim volt egyébként a Fulgáz is, hozott Royalt, Ducatit lehetett próbálgatni, és kim volt az Attila is a fiával, aki ott, hát nem azt mondom, hogy vigéckedett, tök zsigeri dolgokat csinált, egy helybe állt, egy kerekezett, fölment egy raklapra, lejött egy raklapra. Tehát, hogy ilyen, és nézted, és ez tök könnyű. És az Attila, aha, próbált ki. És elvittem egy körre, és akkor világosodtam meg, hogy basszus, itt vannak az alapok. Ha most újra 14 lennék, akkor a Jáva Babetta után mondanám apámnak, hogy léci, vegyünk egy Trial motort. Amin nincs ülés, tudjuk, miről beszélünk, hogy ez a nagyon, nagyon mélyen, és csak állva, nagyon széles hátsó gumi, és viszonylag széles első gumi, első kerék, és kisebességi fokozatban egyensúlygyakorlatok, különböző technikás megoldások, hogy kell szállt egy kövön, sziklán, gumin, bármin. És borzasztóan megtetszett a dolog, és most ott tartok, hogy basszus, kéne egy ilyen motor, és van egy nagy udvarom, tudnál, viszonylag. Meg rönkök vannak, van. Használt gumim, gumiabroncsom. Raklapot is tudsz szerezni. Az is van az udvarban. Egyébként én már készülök erre. Tényleg? Tehát gyűjtögetem, van egy ilyen fatárolom, és annak a végében. Már kezded a pályát berendezni. Így van, annak a pályának a végében már gyűjtögetem a kis dolgaimat. Azért, hogy ha egyszer, tehát hogy ez akkora alapot, meg akkora magabiztosságot ad, ha már tudsz egyensúlyozni, tehát ha megállsz a motorra, és csak úgy állsz, és csak úgy vagy, nem teszed le a lábad, vagy az, hogy átmész, átkelsz egy farönkön, vagy hátrafelé gurulsz, tehát hogy az ennél jobb edzés nem kell. Ráadásul otthon vagyok, tehát hogyha eldőlök, vagy elfáradok, vagy az van, hogy negyed óra múlva az van, hogy kileheltem a lelkem, leteszem, megiszom egy kávét, vagy egy kis pihenek egyet, és egy óra múlva folytatod. Megint megyek negyed órát. Igen, tehát, igen. Hogy ez nagyon komoly. Egész évben. De jó, igen. Ez tulajdonképpen bármikor. Így van.
űzhető. Akkor ez ugyanúgy egyébként, mint az endúrózás. Fejben eldőlt. Az a baj, hogy nem is tudom, hogy ez baj vagy jó, mert ezen is gondolkoztam már, hogy az anyagi korlátok, és most nem szeretnék se sírni, se picsogni semmit ezen, de hogy nyilván vannak olyan tényezők egy családban, egy családapánál, egy kertesháznál, egy egyébként is, hogy az észszerűség fölír mindent. Tehát ha én, ne adj Isten, holnap fölborulok a zenekari busszal, mondjuk nem motorral, jó? Meg a zenekari busszal, és ne adj Isten, apa többet nem jön haza, akkor kell az, hogy a család tudjon tovább ketyegni még jó néhány évig. Tehát nem az van, hogy basszeg, egyszer élünk rock'n'roll, és égessünk fel mindent, ez a színpadon működik, meg ez szerint is zajlanak a koncertek, de amúgy felelősséget tartozom két gyerek iránt, ott a zenekar, aki iránt szintén, mert azt gondolom, ha én kiesek, akkor viszonylag nehezebb. Nehéz ezen ott több embernek ez a megélhetése, plusz a crew, tehát hogy viszonylag ésszel kell azért bánni ezekkel, nem beszélve arról, hogy nagyon szeretem a cross motorozást, meg az endúrózást, de én már nem merek nagyokat ugratni, meg elugratni asztalokról. Egyszer rosszul érkezem, és eltörik mondjuk egy kezem. Tehát túlélem, csak eltörik mondjuk egy valamelyik kezem. Hogy az viszonylag sok koncerttől való. Mondanám, hogy akkor vége a dalnak. Akkor vége a dalnak, mit tudom én. És akkor még ha csak 6 hétről beszélünk, az egy nyári szezonban nekem borzasztó nagy kiesés. Tehát, hogy talán lehet, hogy ez is közre játszik abban, hogy a 24-es útat nem választom hétvégenként. De a terepmotorozás ennek ellenére belefér, arról beszélgettünk. Megfelelő korlátok között, ugye. És nagyon fel vagyok öltözve, hidd el. Tehát nem csak várjál, most nem rád olvasom, ezt ne érts félre, hogy nem szembesítelek a saját kijelentéseiddel, hanem inkább úgy próbálom ezt megvilágítani, ahogy én ezt értettem, te, hogy azért kockázatokat beárazva, tisztába vagy vele, hogy mik a lehetőségéd, és egyébként a saját tudásod, tapasztalatod mire, meddig enged. Így van. De hát ez csak így azért szabad. Ebben a keretrendszerben is meg lehet találni a szórakozást, például a terepmotorozásban. Gondolom már nem a hard enduro, meg nem ugratsz, meg nem repülsz, meg ha igen, akkor is. Ez álmomban van hard enduro, igen. De ki tudsz kapcsolódni, mert ugye itt, ha már beszéltünk a szezonról, és arról is beszéltünk, hogy nekem ez most egy ilyen dilemmám, és nekem is van a fejemben, nekem meg az endurózás rendszámos enduro motorral olyan területeken, ahol erre lehetőség van. Egyébként a hallgatóinknak, nézőinknek, hallgatóinknak üzenem ezen keresztül, hogy ezzel a témával hamarosan jelentkezünk, mert ugye most van szezonja főleg az endúrózásnak, és fel is kívánjuk dolgozni azt, hogy mire számíthat valaki, aki ezen töri a fejét. De hogy én is ezen gondolkodom, te meg űzöd is, ezt sőt, hát kiderült, hogy gyerekkorod óta akkor az ottani lehetőségeidhez mérten, most meg a mostani lehetőségeidhez mérten. Szóval azért az egy nagyon kecsegtető dolog egy, hogy a szezont nem hogy megnyújtott, hanem egész évben szezonod van. Igen. Másrészt meg másfajta terhelés, harmadrészt, amit említettél a triálnál, az ugyanúgy igaz, én úgy hallottam az endúrózásnál is, hogy olyan skilleket fejlesztesz vele, ami utána majd a közúton nagyon jól abszolút fog jönni. Abszolút. Jól szórakozol, az is egy ilyen meditatív állapot, ott is koncentrálsz, lehet, hogy még jobban, mint bárhol. És hát ez része az életednek. Tovább megyek, a bringázás mint olyan, az is olyan skilleket fejleszt, hogy tehát a terep motorozás szerintem alapjai között ott kell, hogy legyen a mountain bike-ozás. Az, hogy fölfelé hogy mész, az egy dolog, mert ott ugye hegyen vagyunk, tehát hogy én ha fel akarok menni a Kékesre, az nekem 25 kilométer a Kaputolajkőig az erdőn át. De az 95%-ban fölfelé van. Ezért is jó például egy e-bike, amivel tudok tempót diktálni. Tehát amikor az van, hogy fölfelé is észen kell lenni, ott, mint az endúrózásnál is, minden másodperced a magad előtt lévő útra kell figyeld, meg arra, hogy a motor mire odaérte, hogy korrigálod. Egy aszfaltbringázás nekem hótunalom. Nem is nagyon szoktam. Télen, mikor szanaszét van ázva az erdő, akkor kimegyek az aszfaltra bringázni egy kicsit, hogy legyen meg egy kis fizikai meló. Nem megyek ki az erdőbe, ha nyakig ér a sár. Tök fölösleges, nem tudok menni. De fölfelé és lefelé és a bringázás is olyanokat fejleszt, amit át tudok tenni a nagy motorra. Csak hogyha elesek a bringával, én viszonylag bevallom őszintén, sokszor szoktam borulgatni jobbra-balra. Én úgy mondom, bepanírozom magamat jobbra-balra, bringát. Motorral is? Igen, csak nem mindegy, hogy egy
25 kilós biciklit, vagy egy 250 kilós motort kell fölállítani 5-5-ször. Tehát amikor már az van, hogy menjünk akkor inkább haza. Tehát, hogy elfogytam, vége. Még a bringával ott az van, hogy inkább sajog a vállam, vagy a kezem, vagy nem tudom. A nagy motornál ott én lerúgom magamról, tehát hogyha az van, hogy borulóka van, akkor én ugrok, lépek, tolom, és hagy guruljon a technika, majd lesz vele valami alapon. Igyekszem azért ezeket elkerülni, de ha az van, akkor igyekszem nem alatta maradni. Volt már sajnos, hogy olyan rosszul léptem, hogy alászorultam, és ez a legnagyobb baj az egészben, hogy egyedül vagyok a kis hobbimmal, és tehát ha kimegyek a rétre, erdőre, ahol nem nagyon járnak csak a vadászok, meg a vadak, akkor ott félő, hogy rámesteledik akár. Tehát volt már ilyenre példa, megúsztam, semmi bajom egy karcolás nélkül, csak úgy beszorult a lábam a motor alá, hogy megemelni magamról nem tudtam a motort, kihúzni a csizmával együtt nem tudtam, tehát összeakadt a csizmaszára a vázzal, a blokk nyomta a csizmát, de kemény csizma volt, tehát semmi fájdalmam nem volt, semmit nem éreztem, ugyanakkor ott álltam tehetetlenül, hogy most akkor hogy jövök ki alóla. Egyébként egy tipp, azt láttam a kezeden, hogy valamilyen okos óra van rajta. Talán most már applikációk is vannak, de vannak most már olyan fejlesztések, hogy be tudsz tolni egy jelet. És az megmondja a GPS-emet? Igen, hát például például az új Apple-öknél, az Ultráknál, ott tudom, hogy kifejezetten erre van egy funkciógomb, és egyrészt zajt is kelt vele, de a másik fele az, hogy valamilyen központi rendszerbe azáltal, hogy megvásárolod, bebocsájtást nyersz, és akkor Oké, csak még az úthálózat, a Google alapú, vagy nem tudom, az úgy benne van mindenkibe, azért itt a jelenlegazás, olyan hegyi út, olyan ösvény, ilyen izé, tehát hogy az attól félek, hogy ha a Mátra közepén jelez nekem, hogy ott azon a piros potty, ott van az ember, aki SOS-t jelet néz, és jön a faluból kivezető út, ahol ugye véget érnek a műutak, akkor ott nem tudom, hogy mennyi. Hát érzésem szerint ez a technikai mentés, ez már egy ilyen kiforró dolog, de soha ne legyen rá. Mindegy, csak eszembe jutott, hogy hát, ha érdemes erre ránézni, hogy már van valami megoldás. A kékes kutató mentőcsapattal is kapcsolatban vagyok, tehát megvan a száma a fióknak, hogyha arról van szó. A telefonodon tudsz tárcsolni. Igen. A lényeg, hogy nem vágtázok, meg nem nincs tempó a hegyen. Tehát ott az van, hogy technikázgatok, ügyesen nézegetem, és legrosszabb esetben a motor sérülhet úgy, azt gondolom én, mivel én is fel vagyok öltözve teljes védőszedbe, a motor sérülhet úgy, hogy nem tud, mert mozgásképtelen lesz. Nem volt még rá példa, de azt gondolom, hogy ez lett a legnehezebb produkció. Akkor meg szólok a faluba, és mindig van egy-két olyan ember, akinek van Lada Niva, vagy MTZ traktor, és akkor följönnek velem egy pár óra hegyre, és levisznek. De nem volt még ilyesmire példa, és lekopogom, ne is legyen. Ha már így Eli Attila-féle tréningről beszéltünk, ugye ez egy enduro tréning, technikai jellegű az is. Más típusú vezetéstechnikai tréningekre is szoktál részt venni? Bizony. Idén volt először, hogy kihagytam. A Fiedor Ferinek van a Rally, ez a Ride for Life, azt hiszem a definíciója, és a Ferivel is összeismerkedtem egy jó néhány évvel ezelőtt, és mindig jártam a tréningjeikre, ő kifejezetten aszfalt tréningeket tart, és oktat rendőrmotorosokat is, meg más egyéb olyan motorosokat, akik szolgálatot tesznek. Ferinél elég játékosan tudjuk megtanulni azt, amit egyébként a hétköznap a közutakon tudunk alkalmazni. Engem még mindig zavarnak az autósok, nagyon sok figyelmetlen autós van, és tök érdekes, hogy mentünk ezzel a túrára a Feriékkel, és nagyon sokan használják itt az oldal bukókereten a kötfényszórókat, plusz reflektor. És volt néhányszor, hogy villogtak ránk, mondom, ez miért villognak, és mondják a srácok, hogy azért, mert reflektor. Tehát inkább napközben, ugye ez nem olyan zavaró, mint éjjel, de hogy inkább villogjon, tehát inkább lássanak, mint az, hogy nem látják a motorost. És tehát engem még mindig biztonságosabban érzem magam, meg jobban érzem magam a réten, a mezőn, az erdőben, mert ott tudom, hogy hiba van, azt én hibázom. De hogy nekem kell arra figyeljek, hogy megadják az elsőbséget, vagy kikanyarodik elém, vagy
előzze az autópályán úgy valaki, hogy bele se néz a tükörbe. Tehát, hogy erre is nekem kell figyeljek. Pedig igen. Sajnos igen, egyébként. Igen. Több motoros van körülöttem, aki régi motoros, tehát már ilyen évtizedes, több évtizedes múltra tekint vissza, és ma már csak pályán motoroznak. Be sem mennek a forgalomba. Autópályán? Vagy nem. Ja, igen, ilyen pályán. Az is egy tök jó dolog. Az is egy tök jó. Erre fűztem föl, hogy te is biztonságosabban érzed magad a természetben. Ők mondjuk az aszfaltot választották, ennek ugye a lehetőség akkor az, hogy valamilyen zárt pályára mennek ki motorozni. Csak közben meg hát főleg, hogyha megint itt az Enfieldedre nézek, ezek meg adják magukat, hogy a mindennapi életünkbe használjuk. Tehát, hogy én szerintem óriási nagy feelingje van annak is, hogy a forgalomba motorozni, és a mindennapjaink utazó eszközévé tegyük ezeket a kétkerekű csodákat. Csak hát igen, iszonyatosan sok kockázatot vállunk ezzel, és talán nagyobb kockázata van annak, hogy nem figyelnek ránk, mint hogy mi nem figyelünk. Igen, én is a figyelmetlenséget tartom a legfőbb veszélyforrásnak egyébként az autósok részéről, és azt viszont észrevettem, hogy én mióta motorozom jó néhány éve, hamarabb volt személyautóra jogosítványom, mint nagy motorra, és hogy egészen máshogy nézek a forgalomban a motorosokra, tehát hogy sokkal engedékenyebb, vagy figyelőbb vagyok, vagy eleve más a közlekedési morál itt Magyarországon, mint Európában bárhol. Jövünk haza Ferivel, Szlovéniából, és képzeljétek el, hogy az autópályán volt egy ilyen völgyszerű szakasz, ahol beláttuk gyakorlatilag kilométerekre előttünk, hogy mi történik. És láttuk, hogy kilométerekre előttünk kezd beállni a kocsi sor, de azt nem láttuk, hogy most baleset vagy útfelújítás, valami miatt kezd beállni. És abban a pillanatban, ahogy elkezdtek villogni az elakadási jelzővel, ugye, hogy itt most lelassulunk, az összes autós, kamionos, teherautós, személyautós, mindenki a halszálkába állt ki, hogy középen meghagyd az utat a mentőnek, vagy esetleg annak, aki motorral van. Tehát gyakorlatilag akkora helyet hagytak, hogy személyautóval is óvatosan, de elfértél volna, legalábbis a személyautók között igen. Senki nem élt ezzel vissza, többen voltunk motorosok, de hogy Feri azonnal bekapcsolta a fején a kamerát, hogy ilyet Magyarországon nem láttunk még, hogy beáll mondjuk az M7-es, Siófok péntek délután, minden hétvégén, igen, és az emberek szépen leállnak, hogyha mentőnek kell jönni, vagy rendőrnek, vagy trélernek. Motorosnak. Vagy akár motorosnak. Előre mentetek egyébként? Motorral mentetek? Már a pirosnál? Nem ekkora, amikor. Abszolút. Tehát, hogy ezzel mindenki úgy van, ha az autóval nem tudnak haladni, legalább a motorosok. Mögöttünk nem jött se rendőr, se mentő, egyik alkalommal se. Valószínű torlódás lehetett, vagy egyszerűen csak útfelújítás, vagy szűkítés, vagy nem tudom, hogy tulajdonképp evidencia is volt szerintem az autósok részéről is, hogy motoron. Nyilván nem egy autópálya tempót mentünk, tehát akkor visszavettünk, nem tudom, 60-ra, most mondok valamit, tehát az álló kocsisor között így 50-60-nal végigkurultunk, de mégsem álltunk a tűző napon 40 fokba július közepén. Pontosan, ez egy alapvető emberi szolidaritásról kellene, hogy szóljon, mert ők ülnek nyáron légkondicionált autójukba, télen pedig a fűtött autójukba, vagy hát hűvösebb időszakban. Igen. Néhányan télen is motoroznak, de inkább a jó példa az őszi szezon. Mi pedig vagy bőruhába beöltözve, vagy bőruhába, vagy bármilyen textilruhába beöltözve, és mi viszont áldozatot hozunk azáltal, és nem akarok én ilyen mártírom szerepbe tetszelegni, de hogy egyedül ülünk egy kis járművön, kisebb terheléssel. Kisebb körzeti lábnyommal. Igen. Így van. Tehát, hogy azért nem csak kiveszünk, hanem vissza is teszünk szerintem a rendszerbe, és ez egy ilyen jó oda-vissza működő. Igen, tudod, ilyenkor jön mindig a másik oldal, hogy oké, kikért téged arra, hogy motoron ülj 40 fokban. Miért nem? Mert egyébként nem a legtöbb, szerintem a motorosok 98-9%-a autós is egyben. Tehát ez mindig egy érdekes kérdéskört ezt feszegetni, hogy oké, miért nem ülsz autóba légkondival, és akkor, tehát hogy én, tehát mint autós azt mondja, nem én, hanem az átlag autós, hogy ha én ki tudom várni a soromat, akkor te miért nem tudod kivárni a sorodat? Miért rész előre a pirosnál? És ugyanez az érv azért, hogy tehát sokkal gyorsabban, dinamikusabban ki tudok jönni a piros lámpánál, előre tudok, nem foglalok akkor helyet. Igen. Tehát, hogy itt nem a fütyi méregetésről szól ez a sztori, hanem tényleg az empátiáról, meg a logikáról. Tehát, hogy a semmi más, hogy srácok, ha megyek a járdán, és jön mellettem egy rolleres, ő sokkal gyorsabb. Tehát, hogy mit kiálljak, hogy nem menj abba a tempóba, amiben én. Milyen érdekes megközelítés, ezzel nem gondolkodtam, de nagyon jó párhuzam.
vagy a szüleim, a anyukám jár így az idősek klubjával sétálni csütörtökönként. Én is szoktam, de nem abban a tempóban, nem, nyilván nem velük. Most, ha ők elfoglalják a járdát a mamik, a nagymamák, a kis 2,5 km/h sebességgel beszélgetve, akkor ha én csokolom, mennék előre, akkor ők vajon elengednek, vagy nem? Tehát, hogy menjél, te gyorsabb vagy, te sietsz, te fiatal vagy, te neked időre kell menni, te bármi. Tehát, hogy ne legyen már az kérdés, hogy valaki egy motorral gyorsabban, lendületesebben, szűkebben, tehát, hogy azért megyünk el a két autósor között, mert elférünk, biztonság van, könnyebben, akkor miért álljak be az autósor közé? Ezek nagy kérdések, amit megválaszolásra szorulnak. Nekem a fejemben megmaradt egy ilyen kis trigger, és oda még vissza szeretnék visszatérni, mert nagyjából egy ilyen negyed órával ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy a Rákóczi Feri felfigyelt a motorozásra, akkor az egy SR Bunny felújításához kapcsolódott, hogyha jól értettem, és ott a saját magadnak egyezted meg, hogy ide vonatkozom, még van egy történetet, remélem elő tudom még belőle csinálni. Igen, megvan. Ez is a miskolci Puffy Motorshoz köthető. Szóltam a Puffynak, hogy figyelj, van nálam egy ilyen kis Simpsonka, nem indul. Tudom, hogy mi a baj. A karburátort kéne kalibrálni, de én már egyszerűen elfogytam. Tehát, hogy ismerem, nagyon sok Simpsont szétszettünk, csináltuk. A karburátort kellene beállítani de helyesen, illetve a kuplongon kéne, mert nem jól emel. Tehát, hogy nagyon erőfogott. Persze, hozd el! És elmentem a Puffyhoz, elvittem a motort, és mondták, hogy tehát ez hogy néz ki. És szétkapták. Most ott volt megint két teljes dobozmi Simpson alkatrész. És mondtam a Puffynak, hogy te figyelj, én úgy készültem, hogy mondom, itt leszek így mondjuk két napig nálatok, akkor is ugye ott alvós. Hát azt mondja, legyél még, dobjál még rá két napot, és rendbe pattintjuk neked. De mondom, figyelj, tehát egy karburátor, meg egy kuplungállítás. Nem nagy ördöngősség, csak engem megfogott ez a sztori. Ott tartottunk, hogy vettem egy vadi új karburátor, talán 7500 forint lehetett egy új Simpson karburátor, meg egy kuplung szerkezet, az nem tudom, az is egy pár ezer forint. Azt mondta, hogy a bovdenek is már hogy néznek ki, tudod, a hajad is milyen. Akkor vegyünk bovdeneket, akkor vegyünk rá egy normális gyertyapipa, akkor a srácok, akkor hárman voltak, szétborították a motort úgy, hogy a két napon belül már le volt csiszolva a festés. Tehát, hogy ezt mondták, hogy figyelj, ezt így kicsit már rozsdásodik a felni. Hát ezt ne vidd innen így el. Hát, hogy olyan szinten rábeszéltek, mondom, srácok, én nem erre készültem. A lényeg az, hogy patika állapotba fölpattintották. És mondta a Puffy, hogy milyen szint szeretnél. Hát mondom, az az eredeti piros, ami volt, azt én szerettem. Tehát maradjunk annál. Azt mondja, figyelj, itt van nálam az MAN gyári kamion nyának a jövő évi színe, ami még nincs kint a polcokon, Miskolc. Tehát, hogy ez, van nálam egy doboz ebből a bordó metál festékből, egy kicsit kraftosabb, mint a Simpson piros, de elegánsabb. Ez az a jövő évi MAN kamionoknak lesz majd a festése, de most még nincsen beral színezve, tehát ez egy új festék. És mondom, ez hogy van nálad? Úgyhogy Miskolcon vagyunk, ez van nekem egy ilyen dobozom. Most kaptam, szeretném kipróbálni a színt, hogy nem lenne kedved, hogy lefessük ilyenre. Hát mondom, jól néz ki, és akkor tüsszentett egy rövidet, egy valami kis dalabra. Mondom, ez tök jól néz ki ez a szín. És lefújta, és egyébként sokkal szebb lett, mint az eredeti. És a két felnit is, az első hátsó, ezek ilyen, ugye ilyen teli felniei vannak ennek a kis baninak. És az is valami gyöngyház, metál, fehér, tehát hogy extrába kaptam meg a tank is. Tehát, hogy úgy nézett ki, hogy patika, újra húzták nekem az ülést, mert az is meg volt repedezve, tehát nem volt még olyan veszélyes. Azért akartam rendbe rakni a kis motorkát, megmondtam őszintén, hogy a nagyobbik lányom az akkor volt már ilyen serdülő korba, tehát 13-14, mondom, nézzük meg, hogy hát, ha mint apa, így ráébredt, hogy hú, van itthon motor, kéne motorozni. És akkor már van egy tök jó kis... Mint ahogy egyébként te is ráébredtél, így van. Anyukád motorján keresztül. Úgy van, hát mondom, mint apa, ráébredt. Igen. De hazavittem büszkeséggel, beállítottam, gyere, mondom, ülj rá, kis tenderre, felállítottam, húzott rajta két gázt, de büdös ez apa.
Két ütemű, hát érezd, ezt. Imádom a két ütemű, hogy megyek a várhol az autóval a városba, a faluba, és van egy két ütemű, egy Trabant, Warburg, vagy valami kis két ütemű, lehúzom, esküszöm, hogy beleszippantok, imádom a két ütemű, ez belém ragadt. És akkor mondja, hú, de büdes az apa. Mondom, nincs kedved megtanulni? Hát nincs, ne haragudj, nem, tehát hogy... Uh-huh. És van egy tök szuper kis Simpson Bunny, SR 50-em, aminél úgy nézek ki, mint egy majom a köszörűkövön, szokták volt mondani, és akkor ez így megvan nekem, de így le van takargatva anyukámnál a garázsban. Szerintem most már a 95-ösből szépen kiült az a kis, tudod, nyúnyás a karburátorba, tehát most szerintem be se indul, de ez ilyen patika pöcsöröfre indult télen is. A kis motorka fölújítva, patent állapotba, úgyhogy szerintem várok még vele, vagy 10-20 évet, aztán majd lehet, hogy fölmegy az értéke, eladom, vagy kiállítom, csinálok egy kávézót, és kirakom oda. Így van, például. Így van. Még akkor, hogyha már így visszakanyarodtunk egy kicsit az időbe, akkor az Enfield-el kapcsolatban azt nem tettem fel azt a kérdést, ugye vannak rajta kiegészítők, amiket úgy rendeltél hozzá, ezt külföldről? És akkor ennek igen, megvan nem is tudom, a piac tere? Tehát, hogy kitaláltad magadnak, hogy újítasz, és akkor mindent megtaláltál, ami... A pufiéknál katalógusok vannak, és olyan katalógusok, hogy te miből szeretnél mit csinálni. És nagyon érdekes, mert a pufi főleg ugye Harley-kkal foglalkozik, tehát a katalógusok túlnyomó része Harley és Cruiser és Chopper és vagy akár ezek a Honda Shadow, vagy tehát ezek a jellegű ez motorok. A kategória. Aha. És belelapoztam a friss katalógusba, és benne volt a Royal Enfield, mint brand, és kettő motorhoz gyártanak alkatrészeket, a kompatibilis alkatrészeket, az egyik az az Interceptor, a másik meg a Continental GT650. Tehát ez klasszik. Igen, és úgy vannak meg elkészített az alkatrészek, hogy kompatibilis, tehát hogyha abból akarsz kaférészert, vagy ebből akarsz scramblert, mondjuk itt a kormánnyal van egy kis bukovári, ugye itt ez más a kormányrendszer, mint azon, de nagyjából kompatibilisek a dolgok. Tehát például nekem ez az első rajtszámtábla, az is a scrambleré, meg a grill rács, tehát a rács a lámpán, az is a scramblerhez való. Ezt mondjuk, ezt az oldalsó rendszert, ezt mind a kettőhez ajánlották. Ez kifejezetten a Café Racerhez. Volt egy nagyon merész dolog még, ugye a BMW R90-nek van az a Café Racer, aminek megvan ez a kis első fejidom. A plexivel, meg ez a kis rövid fejidom. Ugyanezt meg lehet kapni hozzá, és ugye azt is sima matt feketébe kapod, tehát olyanra fested, amilyenre akarod. És beszélgettünk a Pufival, hogy ő azt mondta, hogy szerintem nagyon jó. Tehát a Café Racer, akkor rendeljük meg ezt a kis fejidomot, hozzá tegyük rá ezt, az első, a kormányokat lecsapjuk oda, ahová, tehát, hogy megcsináljuk ezzel. Csak nekem volt ez a becsípődésem, hogy nagyon tetszik nekem ez a grill rács az első lámpán, meg ez a kis első rajtszámtábla, meg a ragaszkodtam a bütykös gumikhoz. És ezek is olyan gumik, ezek a Pirelli Rally STR, igen, a Scorpion STR Rally. Ez van a Tenerén is. Igen, hogy tulajdonképp nagyon fickós, nem annyira állja meg a helyét a murván. Inkább aszfalton. Nagyon vicces, de aszfalt, tehát hogy azt hiszem, hogy 50-50-re van kalibrálva a gumi, tehát 50% aszfalt, 50% terep, de én azt gondolom, hogy ha ez 70-30 már akkor jó. Nem vagyok szakértő, de hogyha 70 aszfalt és 30% terep, egyébként pont a Jeli Attilával beszélgettünk, mert nekem is ez van a KTM-en, és mondta, hogy nem szereti ezeket a gumikat terepre. Tehát, hogy az aszfalton kiválóan működik, tök jól tapad, jól lehet borítani a motort, dönteni pontosabban. A terepen, főleg amikor nyálkás, nyúnyás, saras, nincs oldaltartása ennek a guminak. Tehát, hogy ő mint szakember, én is csak arra tudok hagyatkozni, amit ő elmondott, aszfalton kiválóan működött, és szerintem rengeteget tesz hozzá a Café Racerhez. Volt a Pufinak egy másik ötlete, az a klasszikus Café Racer gumi, a klasszikus vágott mintával, és fehér csík van körülötte. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól nézett ki, pacekban megnéztük azt is, de mondtam, hogy az van, hogy nálam ez becsípődés. Ez a fajta jellegű, karakterű gumi, meg a grillrács, ezeket nem szeretném elengedni. Tehát például az üléspubból a Café Racer, vagy a Royalhoz volt, nem tudom, ötféle választék.
különféléket letett. Nagyobb ülés, kényelmesebb, puhább, vastagabb. És az laposabb. Ülés is így megrendeltétek hozzá? Nem, ez egybe volt. Ez a darab. Hogy az üléspup meg az ülés, ez egybe volt. Értem. Okay. De egyébként nagyon jól össze lett rakasz, megint elmondom. Nekem nagyon tetszik az az első idom, amiről beszéltünk, ami nem került föl. A Kawasaki-nál is az E900R-esnek valamelyik évbe kiadtak 20-ba, talán nem is tudom, 21-be. Vissza kéne nézni egy ilyen első idomos változatát. Múltkor meg is találtam egy a hazai használt autónak a motorszekciójában. Van egy eladó, csak nekem nem passzol hozzá érdekes módon ezt a klasszikus Kawasaki zöldet, mint ami a Ninjának is a színe. Azzal igen. Festették le azt a motort, és nekem az, nekem az nem áll össze. De az a gyári szín. Nyilván vissza lehetne csiszoltatni. Meg egyébként a V800-asának is volt egy év, azt hiszem, amikor ilyen első idommal adta ki a Kawasaki. Jól néz ki ez az első idom, de abban egyetértek, hogyha a scramblerösebb irányba mész el, akkor, mert ez a klasszikus kaférészeres. Ez egy ilyen összvér, hibrid. Igen. Teljesen jó döntés volt szerintem. Nagyon sok mindenről beszéltünk már, hát a sorrendisége az meg alakul, ahogy alakul. Ez egy kötetlen beszélgetés, és azt hiszem, hogy ez is a jó, és én nagyon élvezem a használtató csapongó kifejezést. Egy baráti beszélgetés, az csapongó, úgyhogy hogy csapongónak is kell lenni. Egy valamiről nem beszéltünk még, ami viszont visszatérően izgatja a fantáziánkat, és ennek több oka is van, hogy miért szeretnék foglalkozni a témával, az pedig az esetleges necessi szituációk, balesetek, minden olyan dolog, ami így a perifériára sodorhatott az életnek motorozással kapcsolatban. Az oka pedig, amiért mindig elővesszük, mert vannak sztereotípiek a motoros élettel kapcsolatban, és azzal egyetértek, hogy van kockázata, de szerintem túlzottan értékelik nagyon sokan a kockázatát. Úgy kezelnek minket, mint hogyha alapértelmezetként a vágóhídra készülnénk, és azért ezt kikérem magamnak, mert különben nem beszélgetnénk itt a stúdióban, meg egyébként a magánéletünkben, a környezetünkben több tíz éve motorozó motorosokkal. Azt ugye megértettem, hogy az édesanyádon keresztül jutottál el a motorozáshoz, úgyhogy megkérdezhetném azt is, hogy az anyukád hogy vette, amikor te motorra ültél, és aztán lehet, hogy nem is azt a választ. Tudod, mit megkérdezem, és akkor onnan kössünk át, hogy mennyire lett igaza, vagy nem igaza, vagy a féltésének van-e alapja. Szóval anyukád hogy vette, amikor te egy motoros életet választottad? Szerintem minden normális szülő aggodalommal. Ha van ilyen, hogy egészséges aggodalom, de szerintem nincs. Az aggodalom az önmagában is már nem fér össze az egészség fogalmával. Hát aggodalommal, féltéssel, és hát nyilván az, amikor azt mondom, hogy elmegyek egy 2000x kilométeres túrára a Balkánra, akkor látom a szemén, és tudom, hogy miért nem mondja, mert tudja, hogy látom a szemén az aggodalmat, meg azt, hogy elmondja a sztereotípiákat, hogy vigyázz magadra, és de úgy is tudja, hogy bármit mondhat. És most azért elmegyek. Az anyukáddal kezdtem, mert ugye, hogy őtőle származik a motorozás, hisz ő is ezen a Linda kis motoron, csak más színben ült. Ha lehet ezt de a feleségedet is kérdezhetném ugyanerre vonatkozóan. Igen, hogy nem is hozzá, tudom, hogy motoros-e vagy nem, akkor nem. Ő nem motorozik. Szoktad-e vinni? Nem. Annyira nem érdekli, hogy én megvettem neki mindent. Tehát van ruhája, sisakja, cipő, mindene van, és mondtam, gyere el, hagyd mutassak neked csodákat. Ő rengeteget fut, és most megy ki majd november közepén Aténba maratont futni. Tehát, hogy ő neki ez az élet, ő most itt volt ez a Spár maraton, itt is itt volt a múlt hétvégén, hetente több alkalommal reggel, mit tudom én, 4-10-kor kell, és dur. Tehát, hogy oké, neki ez, ami pluszt ad a mindennapokhoz, az élethez. Te ebben támogatod, ő meg akkor a motorozásban. Egy sportcipő, egy jó sportcipő, nem tudom, 80 000 forint. Egy jó motor. Na, következő kérdés. Igen. Szóval visszatérve a sztereotípiákra, meg az ezzel kapcsolatos dolgokra, hogy mindenek ára van, azt gondolom, az életben, és a legfontosabb az, hogy aki belekóstol ebbe a... Szerintem a világ legnagyobb drogja a motorozás. Az egyik legnagyobb drogja a motorozás. Hogy micsoda szabadságot, micsoda pluszt ad az ember életébe, ennek ez az ára, hogy sokkal több koncentrációt, figyelmet, sokkal több veszélyt rejt az egész. Valamit valamiért alapon, és ha már a sztereotípieknál tartunk, azt gondolom, hogy kötelezőbbé tenném azt, hogy minden motoros nem is kötelező, ez hülyeség, hanem hogy tudnod kell belül, hogy minden szezon kezdetén, oké, én leteszem a Café Racert, mert ennek a szezonja most lejárt, és jó esetben
4-6 hónap múlva veszem elő. A terepmotort azt igyekszem nem letenni soha. Tehát, hogy nekem olyan, hogy szezon vége nincsen abban az értelemben. Hóban is motorozol? Igen. Volt úgy, hogy egyébként a fönn voltam a hegyen, egy olyan úton, amin szabad, de egyébként ilyen dózerút, csak terepjárók, teherautók, azok úgy letaposták, hogy a letaposott hó megolvadt és megfagyott, tehát már jég volt. Úgyhogy ott fogtam, így átcsúsztottam a motort a másik oldalra, és inkább hazajöttem. Tehát, hogy az, nem tudom, volt 18 kilométer, de legalább kint voltam a hegyen decemberben. Tehát szoktam ilyen karácsonyi motorozást. Akkor te ott a környéken elég jártas vagy, nem? Tehát tudod, hogy merre, hol. Mondhatom akkor csak, igen, csak azért, mert akkor be tudunk csatlakozni a Gergővel egyébként. Igen. Még nem is tudják a hallgatók, vagy legalábbis egy páran tudják csak, hogy mi ugye máshonnan is ismerjük egymást a Mátéval. Igen. Mondjuk vicces, hogy mi a Fugáznál. Fugáznál találkoztunk először. Igen. Kiderült, hogy a Máté ugye domoszlói. Igen. És így az én kedves feleségem is domoszlói. Igen, és egy iskolába jártunk. Igen, tehát, hogy igen. És a diának is babettája volt. Sőt, hogy a domoszló hányszor köszön vissza az életünkbe, nekem pedig talán a legközelebbi barátomnak a felesége is onnan származik. Ne. Igen, és kiderült, hogy... Akkor a Máté. Hát, hogy ismerem. Hát biztos. Igen. Akkor csinálták meg ilyen családfa podcastet, nem? Ugye ezt már megbeszéljük műsoron kívül, igen. Hogy ismered a Gergőt. Igen, nem mondanám be. Edina, ennyit tudok, és én is üdvözöllek benneteket, mert szokták hallgatni az adásainkat, de igen, Edi is. Hajrá, domoszló. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha, mert ugye én nekem is ez a probléma, hogy itt most Pest környékén hova induljak el, nem nagyon ismerem. Hát annyi van, hogyha engem mondjuk a vadőr vagy az erdészet megállít, akkor én tudok felmutatni, nektek megszaladni kell. Nekünk mi leszünk bajban. Jó, de vannak legális útvonalak. Mint mondtam, ugyanerről majd fogunk műsort szerkeszteni, de most megtörtem a kérdésemmel egyébként a lendületedet, igen. Hogy mindennek van ára, ott tartottunk. Igen, és szóval, hogy én nem... És hogy minden szezon előtt én kellene... Kötelezővé tenném, de nem is kötelező, ezt neked magad belül tudnod kell, hogy, hogy nagyon sokan foglalkoznak már tréninggel, hogy menj el minden szezon elején. Tehát ha veszel bukós isakot, már pedig veszel, és nem csak azért veszel, mert kötelező, hanem egyébként, mert nekem is volt, majd leért, tehát eldőltem, és majd én megtartom a nyak, és nem, lekoppan nem. A fejem. Tehát, hogy ha csak volt a Ferivel, nem reggeliztünk, korán indultunk kint Szlovéniába, és egyszerűen valamit elnéztem, és eldőltem a motorral. És éreztem, hogy eldőlök, és ha nem is akartam megfogni, a fejem az lekoppant. Persze, rajta volt a sisak. Eldőltem állva a motorral. Hát azért mondom, hogy... Döltem, semmi esélyem nem volt meg. Vannak olyan szituációk, hogy igen kell a motoros cipő vagy a csizma, igen kell a betétes nadrág, tehát hogyha egy kicsit is, de hogy ne menjen szét a miszlikra a tért kalácsod, vagy a vállat könyöked. Tehát, hogy ezek mind hasznos dolgok, és az ember a legtöbb motoros felveszi. Mondjuk azt nem értem, mikor basszus strandpapucsba, atlétába, oké, hogy ki van gyúrva, és oké, hogy Fittipaldi a motoron, de hogy basszus a más hibájából. Tehát, hogyha személyes véleményem, hangsúlyozom, senkit nem akarok megbántani, de szerintem tök gagyin néz ki atlétában, meg strandpapucsban motoron az ember. Én meg nem érdekel, ha megbántom, de azt mondom annak az embernek, hogy hülye vagy. Tehát, hogy hülye vagy. Magaddal szólsz ki a legjobban. Tehát, hogyha a keresztedésben megállsz, és elindulsz, és csak megcsúszik a motor a kavicson 5 km per órában, lejön az összes plezúr a kezedről a nyári szezonban. Tehát, hogy hülye vagy. Igen. Egyszer az autómosóba szoktunk néha járni a Laci, aki üzemelteti a mosót, szintén motoros. És ő mondta, hogy beszélgetünk így a védőfelszerelésekről, hogy csak azt kérné meg ezektől az emberektől, semmi más ne csináljon, csak kezdjen el sétálni, és utána ugorjon egy hasast a betonon. Jó. És akkor még csak igen. Fél kilométer per órával estél egy hasast a betonon, ehhez képest akkor mondjuk extrapolált 30 km vagy 50 km per óra, vagy egyébként 200, de ezek már szerintem teljesen minden. És a saját magasságodból, nem egy motor magasságáról. Abszolút. Tehát, hogy felőtlenség, hülyeség, és egy olyan szanszot adsz a balszerencsének, hogy te tényleg hülye vagy, ha ilyesmit csinálsz. Visszatérve arra, hogy ezek a tréningek nem csak arra jók, mondjuk a Jeli Attilánál való enduro tréning, én is elmentem a nagy enduróval, hogy az azért van, mert hogy én lemerészkedem az útról, az aszfaltútról olyan helyekre, ahol más technika igényeltetik, vagy más tudás kell, hogy ott hogy váltok, hogy használom a kuplungot, hogy az első féket hogy használom, hogy pörgetek, bármi a lendület, nagyon sok, de
a legtöbben, akik megszerzik a nagy motorral jogosítványt, vagy akár A2-ig, A1-ig, igenis szerintem minden szezon elején kell, hogy elmenjenek, hogy újra és újra átvegyék. És én egyébként biztos sokaknak nem tetszik ez, de szigorítanám pont emiatt a vizsga, a rutin és a forgalom az egy más sztori, de amikor a rutinban a bójákat kerülgeted, a szlalom, az egy éven fordulása, hogy ezeknek az extra változatai vannak kint a tréning a pályákon, ugye én a rally tanfolyamain vettem részt több alkalommal, hogy azt gondolja az ember, hogy oda megyek, tudok vezetni, átjövök Budapesten, átmegyek az autópályán, és én megérkezem a kijelölt helyre, és elkezdem a tréninget, és az van, hogy basszus, ez sem megy jól. És oda jön az oktató mellém, és ide, erre figyelj, a vár fölött néz, oda csúsztad, ne csúsztasd a kuplungot, vagy a egyszerű vészkikerülések. Mm-hmm. Tehát, hogy olyanokkal szembesül az ember, hogy basszus, nem vagyok felkészülve erre, de hogy tök jó, hogy átveszem, és újra ismétlem, és újra ott vagyok, és tehát, hogy biztos, hogy egy-egy lépéssel mindig közelebb kerülök majd ahhoz a vészhelyzethez, vagy az, amikor ezt tudom alkalmazni. A motorhoz nem egy hagyományos jogosítvány kell, hanem egy gépkezelői engedély. Tehát, hogy itt egész egyszerűen nem annyira egyértelmű bármi is, mint négy keréken. Ott is, ott sem, csak ott megúszósabb, mert a technika, a négy kerék, a egyáltalán a forgalmi helyzet, az sok esetben légzsákok kompenzál, vagy megoldja helyettünk. De egy motor nem oldja meg helyettünk, a motor inkább felerősíti a gyengeségeinket. Bizony, és jobban ki vagyunk téve mindennek. Emlékszem, amikor 17 évesen vizsgáztam az A2-re, srácokkal, haverokkal, a suli után elmentünk vizsgázni, akkor ugye MZ-vel vizsgáztam egyébként, és az egyik fiút azért nem engedték vizsgázni volna, de aztán megoldottuk neki, mert zárt cipő, zárt nadrág, zárt kabát, bukósisak, kesztyű, és nem volt nála kesztyű. És nagyobb kezű fiú volt, de volt még másik nagyobb kezű, tehát a kisebb kezű, mindegy, kölcsön kapott egy kesztyűt, le tudott vizsgázni, és a másik fiút meg azért nem engedték, mert neki benne volt az orvosi papírjában, hogy ő szemüveget visel, és de csak olvasáshoz, de benne volt. És nem engedték levizsgázni a fiút, mert szemüveget visel. Kérdem én, hogyha valaki tangapapucsba és atlétába motorozik. Azt engedik, igaz? Hogy az akkor, tehát ha engem úgy engednek levizsgázni, hogy kesztyű, zárcipő. Ez jó megközelítés. Tehát, ez tetszik. Hogyha, akkor ezt a rendőrnek ki kellene kapni a sorból magyarul, nem? Egyébként. De nem. És igen, én is azt gondolom, hogy figyelj, hát hogy vagy felöltözve? Az egy dolog, hogy most nem tetszik, de hogy a biztonság, meg egyébként. És egyébként az atléta az legfőképpen magában tesz kárt, de a tanga papuccsal a kezelését lehetetleníti. Tehát ugye tudjátok képzelni, hogy ott valahogy a papucs, ez a flip-flop, az ott beleakad. Mondjuk a fék oldalon, vagy a váltásnál? Nem, tényleg, hát ez közötti forgalomban nem alkalmas. Lassan mezitláb, de az alkalmas. Még jobban járna a mezitláb vezetni. Igen, egyébként még talán. Igen. Ferivel Szlovénia kaland idén nyáron. Megyünk két falu között, és egyszer csak, még mielőtt bejöttünk volna az egyik faluba, egy darab tanga papucs a felezőn rajta. De most, bocsáss meg, a tanga papucs, nektek ez mit jelent? Az a vietnámi papucs. Egy lábúj bedugós, vagy hogy mondják, nem tudom, ez a flip-flop. Hát az a tanga része, tudod, az a kicsi. Amit ide veszel. Szóval a felező vonalon egy darab flip-flop papucs, akkor vagyok ebben. Igen, nekem úgy van meg. Egy darab. És nekem ez a kép, gyerekkoromban, ami beégett belém nagyon, a furcsa vonzalmam van, hogy a Mad Max 1-et láttam, de még nagyon gyerekként. Jaj, gyerekek, igen. És német nyelven, tehát hogy úgy tudta apám megszerezni videókazettán a lengyel piacról, hogy német nyelven. Lengyel piac, ausztrál film. Minden van. Igen, és még hangolálmondás sem volt, de nem tudom hányszor megnéztem. Porzasztó, hogy olyan nyomot hagyott bennem az a film, igen. A mai napig az életem része. Ikonikus. Azóta szeretem a Mel Gibsont is. Na mindegy, volt ott egy kép, amikor a családot a végén a motoros banda elintézi, és gyereknek a kis cipő ott a felező vonalon, és én mikor így megláttam, megijedtem. És akkor Ferivel láttam, és hogy itt valami történhetett, és előttem egy néhány száz méterrel a robogós a sávunkba fordul meg visszafelé, sem. Nem volt nagy forgalom szerencsére, egy robogós ment előttünk néhány száz, 500 méterrel. Csak láttam, hogy előre nézünk, hogy fordul a menetirányjal szembe, az ellenkező oldalra lassítottunk, fiad a lábát, és a papucs leesett a lábáról. Menet közben a robogóról.
Nem történt tehát, semmi baj, csak semmi elhagyta baj, a papucsot. Csak elhagyta a papucsot. Ilyen valami, igen, ó, nem tudom, hogy sikerült. Azt hittem rosszabb lesz a kimenetel, de nem, értem. Csak, ez hogy is. Megijedtem ettől igen. A sztoritól, csak hogy passzus, az időt spórolnád meg, ez ugyanolyan, mint amikor valaki lemegy a Siófokra, és így elmezgették, hogyha 130-al mész Budapest táblától igen, Siófokig, aha, vagy ha 170-nel mész, ami már abszolút gyorshajtás, hogy mit tudom én, nem volt 5 perc, igen, amit spórolsz, hogy basszus, és a lángosos nem mennyit állsz sorba, és egyébként az italra mennyit vársz, amit kihozzák igen. Neked, tehát hogy 5 percről beszél, semmit nem nyersz, nem viszont rengeteget kockáztatsz. Igen. Igen. Ez ugyanúgy érvegyes a motorra, és tehát ugyanúgy, ha elmegy valaki egy motoros mellettem 200-al, hogy basszus, miért? Tehát, hogy a pályamotorozás, azt abszolút adom. Bár én sose voltam elég bátor hozzá, meg motorom sem volt olyan technika, de hogy valaki úgy fekteti a motort, úgy veszi a kanyarokat, sok videót nézek ki erről. Tehát követem a Talmácsit, és nézem, mikor a BMW 1000-est megkapta, és végigvitte a pályán. Tök jó. Ez oda való. Meg a MotoGP futamokat, a belső kamerás, ja, jó, nagyon jó, szeretem, de hogy ezt nem ár a 24-esen, vagy ne az M3-oson. Hát igen, de ez aztán messzire vezet, bár azért a motoroknak a nagy része az nagy teljesítményű, de itt akkor azon is filozofálgatnak, és ez az autóknál ugyanúgy igaz, ja, hogy hát akkor persze. Miért van az a BMW-nek M-divíziója, meg a Mercedes-nek igen, AMG, igen. Akkor miért kell pályamotorokat kiadni? Egyszerű a válasz, mindannyian tudjuk, marketing, business, pénz, ez semmi másról nem szól. Amikor azt mondják, a Peres Laci bácsival hallottam egy beszélgetést, hát... Ő volt az, nem tudom mennyire vágjátok, a Peres Laci bácsi a legenda szerint, aki a BMW GS modellt életre hívta. Uh-huh. Anno a 70-es, 80-as, nem igen. Tudom, hogy röviden zanzán a sztori, kidolgozott a BMW-nél egy mérnök a Peres Laci bácsi, tehát egy magyar ember indította el magyarán a Tura Enduro útvonalat, vagy az útjára a Tura Enduro szakágat, ilyen romantikusan hangzik ez is, és akkor az öreg mesélte, hogy annak idején akkor a Yamaha, nem tudom melyik modellje volt a legnagyobb versenyző a piacon, uh-huh. És ezt kellett a BMW-nek úgymond felülmúlnia, és akkor mondták, hogy oké, itt ez a blokk, csináljátok belőle olyat, ami jobb lesz, ami szebb lesz. És kitalálták a GS-t, a magyar fiú és a... Ezek. És mondta az öreg, hogy akkoriban ez úgy működött, hogy a mérnökök mondták meg, hogy milyen legyen a motor, és hogyan, és mitől lesz jó a motor, és mitől lesz értékálló, strapabíró, stb. Most mi van? Lemegy a marketinges kislány, akinek még jogosítványa sincs motorra, és azt mondja, hogy így kell kinézzen, ezt tudjuk eladni. Ezt tudjuk eladni. Igen. Tehát, hogy ma úgy... És egy nagy csomó márka Kínában készül, egy nagy csomó márka pacekra, ha ránézel, azt mondod, hogy atya úristen, kell. De egyébként nincs olyan technikai háttér mögötte, mint mondjuk a 80-as években, amikor még jóval szerényebb voltak a technikai tudásunk motorépítés szempontjából, de mégis akkor arra törekedtek a mérnökök, hogy az úgy legyen kitalálva, az úgy legyen összeállítva, hogy az ne szakadjon szét, ne feszüljön meg, strapabíró legyen, az vigye. Tehát, hogyha belemegyek a bukkanóba, ha rárántom, meg legyen. Manapság inkább az van, hogy marketing és pacek. És olyan videók vannak, nyilván mindannyian találkoztatok vele a YouTube-on a különböző gyártóknak a videói, hogy így megnézek, szinte azt mondom, hogy én, mint motor rajongó ember, bármelyik európai vagy tengeren túli márkának a reklám videóját megnézem, basszus kell. De jó lenne egy ilyen. Így magára tud ismerni az ember ezekben. Igen. És minden típusú emberre gyártanak és olyan filmet, amiben magára tud ismerni. És hogy az új BMW GS 26 féle üléssel árulják, azt hallotta valami. Ez valami az most az igen, igen. Tehát, hogy az van, hogy régen, bocsánat, a zsiráfoknak volt a kiváltsága, hogy a Tura Endurok meg a nagy rally motorokra, tehát nekem is alig ér le a lábam. Most gyakorlatilag mindenki a 40 kilós mélynövésű háziasszonyoktól kezdve a zsiráfok 2-10, mindenki, tehát hogy hát persze, meg ugye a Harley Davidson behozta az elektronikus futóművénél azt az opciót, hogy amikor megállsz vele, akkor lejjebb ereszti. És most már a Triumph egyébként átvette. Hiszen pont az új 1002-es Tigerben már benne van ez a technológia, és félhetően előbb-utóbb majd mindenhova beteszi a lábát, mert minél több mindenkinek akarják eladni. Vagy a BMW-nek az új 1300 GS-nél, nézzétek meg, hogy most már elkezdik a tradicionális, ezt a racing green, citromsárga, van egy ilyen festés, aha. Miközben egyébként
nem igazán foglalkozott eddig a BMW-t, ugye megvoltak a saját színárnyalatai, de mivel látja, gondolom, hogy a Café Racer kultúra most mennyire népszerű, a scramblerök mennyire mennek, hát biztos, hogy gramra mindenki van mutatva, meg a marketinges sajnos, azok dolgoznak rajta, és akkor elkezdik úgy alakítani ezeket a dolgokat, hogy minél szélesebb rétegeknek legyen kapós az árucik. Hát ebben a világban élünk, és itt kell eligazodni. És akkor az még nem derült ki számomra, hogy ilyen szélsőségesebb helyzetekbe kerültél. Ugye földúton beszéltünk róla, ott esel kez, biciklivel, motorral, de ez a sajátossága szerencsére jellemzően eddig mindig megúsztad. És a közúton? Ott még olyan necces szituáció még nem volt. Én le tudom az eséseket. Az a nagyon érdekes, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt megszereztem a jogosítványt, tehát megvolt a forgalmi vizsga, az utolsó, a záró vizsga nagy motorra. Ugye én A2-ről léptem egyel följebb. De addig egyébként végig motoroztad a karrieredet, nem? Hát ezt ne úgy képzeld el, hogy tehát mindig volt valami motor vagy járgány, de például mióta a KTM megvan, tehát 2017 óta van igazából az a többet motorozok, nagyobb távokat, nagyobb helyeken. Előtte 250, 125 menegettem. Ebben megosztanak a vélemények, és nem is a saját magam életéből fakadóan akarom ezt bizonygatni, hogy akkor az 50-es robogós éveim azok számítottak, vagy nem számítottak. Véleményem persze szerint számítanak, mert két keréken vagy a forgalomban, ugyanúgy, hogyha valaki kerékpáron közlekedik a belvárosba, és utána átül motor, az biztos vagyok benne, hogy valamekkora tapasztalatot már önmagában azért, mert két keréken kerékpáron kerékpározik a forgalomba, a belvárosba, fog tudni felmutatni. Abszolút. Tehát nem tekinthetjük semmisnek, igen, mert csak van áthallás. De nem ugyanaz. Nem ugyanaz, igen. Meg nem voltam aktív olyan szinten ezt megelőző években. Tehát, hogy volt motor, meg volt lehetőségem, meg gurulgattam ide-oda, de nem nagyon. És amikor a záróvizsga volt, akkor azt mondta a vizsgabiztos, azt hiszem egyszerre hárman vizsgáztunk talán, nem is tudom, tök mindegy, hogy gratulálok, akkor mindenkinek sikerült a vizsga, akkor balesetmentes, ez szokásos, közhelyes, unattam kicsit, balesetmentes közlekedést, figyelmet, de minden jót kívánok önöknek, és valamit még szeretném mondani, ne felejtjék el, és ez így is történt, nem felejtettem el azóta sem. Azt mondta a vizsgabiztos, hogy ne felejtjék el, hogy minden motoros el fog esni a motorjával legalább egyszer, vagy többször is. Igyekezzenek arra figyelni, hogy inkább ez többször, meg igyekezzenek el, vagy arra figyelni, hogy amikor elesnek, akkor ne az legyen az utolsó esésük. De hogy esni fognak, az biztos. És annyira rossz volt ezzel a csomaggal elindulni, hogy tök boldog voltam, hogy most már megvan a nagyjá is. Ne, hogy most már izé van. Neki. Igen, csak az van, hogy biztos, hogy esni fogsz, csak arra figyelj, hogy fel is tudják kelni utána. Tehát, hogy ne maradj ott. Szóval, hogy ez a keserű valóság, nem ezt vártam volna. Egyébként valahol van benne valami, nagyon sok a motoros baleset, betudható ez figyelmetlenségnek, autós hibájának, sok mindennek, technikai, műszaki felkészültség hiányának, vagy egyébként a tudás hiányának. De én igyekszem kipipálni tehát, hogy oké, tudomásul vettem, hogy el fog esni, mert motorom van. Oké? Én igyekszem azzal kipipálni, hogy én az erdőbe fricskázok, bukok, borulok. Néha a kertemben is szoktam. Ott már a nagy endurónak viszonylag szűkek a helyek, meg a fák, amin el tudok mozogni. Épp az Erdős Tamástól kaptam, elkértem szemtelenül egy elektromos KTM-et. Akartam kérdezni, igen. Hogy igen, és azt berendeztem az udvart magamnak otthon, és borzasztó boldog voltam. A triálos sztorinak meg is ágyaztál ezzel valahol. Igen, egy a baj, hogy húzod, megy, nem húzod, nem megy, és első fék, hátsó fék. Tehát, hogy nincs kuplung, és nincs váltó, meg nem itt van a hátsó fék. Tehát az elején, mikor rájutam az elektromos KTM-re, azért belementem az első bója közé, és már nyomtam a nem létező hátsó féket, és basszus, nincs hátsó fék. Ez olyan, mint a flat track. Igen, és akkor már kapom a két... Ott nincs első fék, ott van láb, csak a föld nincs. Megintett kuplunk, tehát hogy pont a triálnak az alapja, meg az endurózásnak, vagy a hard endurónak, hogy azért a kuplunggal rengeteget játszik, rengeteget figyel, csúsztat, tehát hogy nagyon nagy szerepe van a kuplungnak, mint olyan. Az elektromos endurónál pedig ott első fék, hátsó fék, gáz, cső.
De, és amikor ráhúzod a gázt, akkor ő kiadja a maximum. Tehát, hogy nem az van, mint a motor, hogy igen, húzatod, és akkor föl, hanem ott zsit, leadom. Okay. Tehát, hogy kiszalad alólam, egész mást igényel annak a birtoklása, annak a tudásnak. Nagyon jó volt, hozzáteszem. Tehát, hogy olyan nyomakat csináltam az udvarba, és olyan jól éreztem magam, hogy borzasztó jó volt. Kell a kuplung nekem, meg a taposós hátsófék. Igazán szerintem az a nem mindegy. Az adja vissza, igen. Na, hát elektromos motoros témában, meg föl is szeretnénk dolgozni. Azon még gondolkodunk, hogy hogyan lehetne tapasztalatunk, például nekünk még tudom, mert neked se annyira van, de mégis itt a jelenség, ugye hamarosan itt van az EICMA, nekem szerencsém van kilátogatni, és kíváncsian várom, hogy milyen kínálat van, mert most látom, itt olvasgatom a sajtót, hogy azért most már így egyre több gyártó kezdi bemutatni, meg hibrid megoldásra. Nagyon jó megoldás, szerintem városba, a városi létre. Ráadásul én egy versenymotort hoztam el, tehát egy havasi igen, futóművel hát, volt, tehát ezzel versenyeztek, extra aksival, tehát tovább is bírta. Nekem viszont nem ez volt az igényem. Viszont nem a Talma ezt is megmondtam ugye a múltkori adásban, hogy azért ott tapasztalt. Igen, azon meglepődt, amikor a Gábor tehát, mondta, hogy kezdőmotorosnak nem is ugye ő egy C4-jel, ugye ezzel az elektromos BMW C4, hiszen ő márka nagykövet. Motorozik a mindennapokban, de csak tapasztalt motorosoknak ajánlja. És gondolkodtam, hogy robogott tapasztalt motorosoknak, és aztán mondta, hogy ugye már azonnal rendelkezésre áll az irgalmatlan nagy nyomaték, és tehát azt meg gáz. Kell tudni lovagolni. Full gáz. Na, de ez egy következő adásnak a témája. Viszont neked nagyon szépen köszönöm, Máté, hogy elfogadtad a kívásunkat. Rendkívül jól éreztem magam a beszélgetésünket. Én is zárszóként még annyit hagy mondjak, bocsánat, hogy köszönöm a meghívást, hogy senkit nem szerettem volna sem megbántani, sem nagyon nagy tudósnak feltűnni, személyes tapasztalataimról, meg a látásmódomról akartam csak beszélni, tehát ha valaki bárkinek úgy tűnne, hogy én itt bármihez is értek, vagy nem szeretnék szakembernek tündökölni, vagy abban a szerepben tündökölni itt a hallgatók, nézők előtt, hogy én értek is hozzá, személyes tapasztalataim vannak, véleményem van, meglátásom van, és nagyon sok élményem van, és mindenkinek azt kívánom, hogy valamilyen formában próbálja ki a motorozást, mint olyat. Akár közúton, akár pályán, akár ha van egy kis terepen, tehát nagyon sok tereptréning is van egyébként, ha csak arra elmegy az ember, borzasztó pluszt tud adni. Szerintem, mondom még egyszer, fölírnám receptre a motorozást, mint olyat. Hát szerintem ez lesz a műsornak a fő címe, úgymond. Dr. Molnár. Igen, Dr. Molnár. És hogyha valakinek ide vonatkozóan, vagy általában az adásainkhoz kapcsolódóan van kommentje, akkor ne fogja vissza magát. A YouTube-on nagyon jó kis beszélgetések tudnak kialakulni a komment szekcióban. Természetesen egyéb elérhetőségeink is vannak, amit a show notes-ban meg fogunk hagyni. Többek között a Rode zenekarnak is az elérhetőségei ott lesznek. Amit tudok ígérni, hogy jövő héten szerdán 7 órakor, mint eddig mindig egy új adással fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen még egyszer, Máté, köszönöm neked is, Peti, hogy együtt celebrálhattuk ezt a mai műsort. A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük szépen! Hello. Szevasztok, ciao. Thank you.